Hello, lucsátok, szíriuszerek, ez pedig nem más, mint a csütörtök délelőtti stream, amiben Minecraftozni fogunk. Úgy döntöttem, végül folytatjuk a Leaf projektet. Üdvözlök mindenkit, ezen a fantasztikusan gyönyörű napon a patakparton sétáltam haza, ami szuper király volt. Úgyhogy ja, ez egy jól induló nap, és lehet, de csak lehet, hogy giroszt fogok ebédelni. Az még nem teljesen biztos. Hét minőségét nagyban jelzi, hogy Viktor 10-es skálán mennyire tudja, milyen nap van. Egyébként igen. Egyébként igen. Elnézést mindenkitől a késésért. Hogy őszinte legyek, nem igazán sikerült jól utána az indulás. De hogy nem volt semmilyen specifikus indoka. Csak ilyen nem tudom, nem sikerült. Nem sikerült sietni. Azt 7-es skálán könnyebb. Szóval Minecraft, építgetjük a dolgokat. Predrog, kösz szépen a 27 hónapot. Vajon már elkészült teljes egészében a lift? Lesznek hibák? Ki tudja javítani? A mai részből megtudhatjátok. Nem tudom egyébként, hogy elkészül-e. Danika, kösz szépen a Prime-ot. Nagyon király vagy. Elméletileg... Mi van még hátra ahhoz, hogy elkészüljön a lift? Akartam mondani, hogy elméletileg elkészülhetne a mai lift, de hogy igazából, ha nem emlékszem pontosan, hogy mi van hátra ahhoz, hogy elkészüljön a lift, akkor hogy tudnám megmondani, hogy el tud-e készülni? Meg lesznek vajon a toolboxok? Valaki írta valahol. Szerintem Demian, te írtad valahol, hogy hol találok sok-sok toolboxot. Hogy szép legyen. Nem, szépnek nem kell lennie, késznek kell lennie. Oké, akkor amire szükségünk van, azok alapvetően a színes... Ez furán áll. Na mindegy. Mindegyik furán áll. Amik ez nem baj feltétlenül, de hogy mindegyik furán áll. Szóval amire biztosan szükségünk lesz elsősorban, az, hogy miért nincsen hangom. Lehet, hogy csak nincsen hang a játékban, lehet, hogy levettem valamiért. Az a programozáshoz szükséges színkódok. Betont azt valószínűleg sétagalop, hogy csináljunk. A színes része az, ami egy ilyen izgalmas dolog. Ettől függetlenül ugyanebben a rendszerben szeretném... megvan, miért nincsen hangja. Így nincsen hangja. Mi van már megint a hanggal? Most már nagyon fura dolgokat csinál a számítógépem. A hang az csak egy tünet. Oké, valahonnan szeretnék hangot hallani. Bármilyen hangot szeretnék hallani. Tényleg a saját hangomat. Ti már hallják. Ez jó. Oké, most már én is hallom. Neked meg nem kell, mehetünk. Mi az, hogy nekem nem kell hallani? Hát... Oké, igazából igazad lehet. Afkoltam én végül ebben a játékban nyersanyagot? Nem olyan nagyon-nagyon sokat. De közben ez ennek ellenére folyamatosan nő. Szóval ameddig mi csináljuk itt a lifttel a dolgokat, addig ez itt szépen összeszed egy halom nyersanyagot, ami egyébként szerintem fantasztikus. Tehát, hogy az a helyzet... És mi hallhatjuk kevésbé? Hallhatjátok kevésbé. Bár egyébként valószínűleg a legtöbb helyen nem probléma a játéknak a hangereje, valószínűleg a probléma ott azért van, mert éppen iszonyatosan vereti az a gép. De mivel ott fogunk dolgozni, ezért... Mit szóltak, ha inkább kikapcsolom? Pont azután, hogy elmondtam, hogy miközben ezt építjük, milyen jó sok nyersanyag felhalmozódik. És utána fogom és ki is kapcsolom. Oké, szóval itt van srácok a liftünk központi része. Ehhez szükségünk van különböző színű betonra. Az biztos. Illetve a másik, ami biztos, az ez.
hogy ennek a programozását is át kell majd néznünk, arra ki kell valamit más találni. Próbáljunk meg elkezdeni megszerezni különböző színű festékeket. Tehát, hogy oké, nyilvánvalóan a piros festék, az viszonylag egyszerű, azt fogjuk a piros virágot, megabúzáljuk a piros virágot, lesz piros virágunk, az nagyon jó. A narancsárga szintén viszonylag egyszerű, mert a narancsárga az meg piros, meg sárga. Honnan lesz sárga? Megabúzáljuk a sárga virágot. Jó, mehetünk virágot abúzálni. De hogy Viktort nem hallom. Oké, Sonic, de hogy igazából akarsz engem úgy valójában hallani? Mert mint hogy érted, hogy úgy alapvetően akarsz engem? Srácok, elindítottam a YouTube streamet. Elindítottam. Hú, teljesen kiment a fejembe, hogy elindítottam-e vagy nem. Hát hogy szólna be, ha nem hallana téged? Én nem vagyok benne biztos, hogy között a kettő közötti valójában van kapcsolat, Predrog. Mármint, hogy azt a részét értem, hogy van egy csomó alkalom, amikor a beszólásnak az alapvető tartalma, vagy arra referál, amit én mondtam. De közben, kösz szépen Gábor, de hogy szerintem ez Sonicot nem akadályozza meg abban, ő be tudna akkor is szólni, hogyha érted, ha amúgy így nem hall. Csak nyilván egy kicsit, egy kicsit nehezebb, tehát egy kicsit nehezebb. Na menjünk, szedjünk virágot! Narancsárga megvan, zöld? Miből lesz a zöld? Meg a cserebogár. Ez sötét zöld? Miből lesz a világos zöld? Lehet igazából sötét zöld is. Lehetne, ha lenne kaktuszunk, de nincsen nagyon kaktuszunk. Lehet, hogy a színeket úgy kell majd kitalálnunk, srácok, hogy az alapján találjuk ki a színeket, hogy milyen festékünk van. És nem az alapján, hogy milyen színeket szeretnénk, és ahhoz szerzünk festéket. Mivel ebben a mentésben nagyon nem... Ez egy nagyon visszafogott megfogalmazás. Mivel ebben a mentésben nem sokat kalandoztam eddig, ha esetleg valakinek nem tűnt volna fel, most hangos a játék? Halk a játék? Mi legyen a játék hangjával? Szóval mivel ebben a mentésben nem kalandoztam nagyon-nagyon sokat, ezért szerintem még nem is nagyon találtunk sivatagot sem. Annyira csak nem nehéz begyűjteni ezeket a színeket. Ó, főleg, hogy hiába... Ó, várjál, hát ilyenkor hülye vagyok mindig. Ne helyeseljen senki, teljesen fölösleges. Szóval, hogy nem kell a per betonból nagyon sok, hanem minden színből csak egy kicsire van szükségünk. Ugyebár. Nagyon jó. Hogy lesz light az a green? Light green? Lime? Ó, meg fehér. Zöld plusz... zöld egyenlő kék plusz sárga. Általánosban azt mondták nekem rajzórán. Igen, de általánosban még nem készülhetett a tanári kar a Minecraftra. Úgyhogy azt te is beláthatod, hogy általános iskolás korodban még a Minecraftra nem készülhettek a tanárok. Bár igazából lehet, hogy verje. 99. Oké, a te általános iskolás éveid alatt már készülhettek a tanárok a Minecraftra. Nincs neked egy vasfarmod, ami termeli a piros virágot? De a piros virágot pont easy beszerezni amúgy is. Kérdés inkább az, hogy valamiért úgy emlékszem, hogy nekem van már egy kaktuszom. És hogy elég lenne egy-két kaktusz. De nem mindenki olyan öreg. Az mennyire durva egyébként, hogy vannak olyan emberek, akik már így értitek így sort of felnőtt emberek, és a gyerekkoruknak már része volt a Minecraft. Ami különösen durva itt nálam, mert ugye nyilván nálam van egy csomó néző, aki így onnan maradt így a nézők között, hogy ugye gyerekkorában egy csomót nézte az én videóimat! Elképesztő. Elképesztő is tetszok, nagyon öregek vagyunk, kivétel Sonic. Meg ezek szerint Mr. Mute. Meg nyilvánvalóan egy csomóan, de nem ez a lényeg. Oké, szóval, light grey dye. God, miből is lesz white dye-unk? Zéből lesz white dye-unk. Vagy a hülye virágból, vagy a bone meal-ből.
Én mindig öregebbnek érzem magam, mint amúgy. Most a derékfájásom teszi valószínűleg. Oké, mi az, amiből tudnánk bone meal csinálni? A bone mealből például. A bone mealből tudunk bone meal csinálni. Hugo the Punk, köszi szépen a 37 hónapot, nagyon király vagy. Itt mindenki öreg. Ja, itt mindenki. Most megint rádöbbentette, hogy öreg vagy. Várja, 99-ben születtél, tételezzük fel a neved alapján. Mi azt jelenti, hogy 25 éves leszel idén. Hát, ja. Ja. Ja, I tried. Szerintem szürkét nem akarok használni, csak ha nagyon muszáj. Fehéret akarok használni, az biztos. Meg hát nem is ez a kérdés, akarok-e fehéret használni, hanem hogy értitek, hogy kell-e. Fehér festéket biztos, hogy kell használnunk. Hány emeletet akarunk most bekötni? Annyi szint kell ugye nagyjából kitalálnunk, meg így annyi dolgot. Mert ugye nem kell, tehát a felle az szerintem arra... a felle a kérdésre arra tök jó a izé is. A bármi más. Úgyhogy arra tök jó a tábla például, amit használtam. Hogy írják a kaktuszt angolul? Kektáj, kaktusz. Nem vagyok sokkolva. Nagyon szeretném, ha lenne legalább egy darab kaktuszunk. De azt hiszem, hogy a világ nem az alapján fogja megközelíteni ezt a problémakört, hogy én szeretném, hogy legyen kaktuszunk. Jó, nulla darab kaktusszal találkoztunk eddig. Laci, köszi szépen a 13 hónapot, ráadásul tier 3, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Szia Redgép! Ha a Viktor nézem, öregnek érzem magam, ha Dave-et nézem, fiatalabbnak. Dave már egy ideje nem streamel, vélem véletlenül. Azért hagyta abba, hogy ne érezd magad fiatalnak. Oké, ott van az a rubber thingy. Ez az elsődleges, oké, nulla darab kaktuszunk van. Honnan lehet még zöld festéket szerezni? Szeretném használni a zöld színt. Kaktuszból. Lehet szerezni a fernből is. Meg a large fernből. What the heck is a fern? Mi az Isten az egy? Van kaktuszod. Hol van kaktuszom? Mi az, hogy van kaktusz? Hol van kaktuszom? Oké, fair. Jobb hátsó láda. Jobb felső sarok. Szerintem, remélem nem a zombi headre gondoltál. A zombi headre gondoltál? Honnan lehet szerezni fönt? Nekem az egyszerűbbnek tűnik. Mi az Isten ez egyáltalán? Nincsen semmi baj, Nukteus. Én is azt hittem egyébként rá, hogy kaktusz. Vannak ilyen dolgok, amiket lehet azzal szerezni, hogyha így levágod a növényeket. Green. És ez nekem ilyen dolognak tűnik. Honnan a vérből lehet fönt szerezni vajon? Ó, wow, mennyi virág. Oké, a piros festék egyszerű. A rózsaszín festék egyszerű. Hogy vagyunk? Ó, köszönöm szépen, remekül. Egyelőre jól alakul ez a nap. Van egy projekt, amivel egy kicsit meg vagyok csúszva, és annak nem örülök. De egyébként van egy csomó minden. Fern az erdőben nő. De milyen erdőben? Gondolom nem nő az akármilyen erdőben. Nem abba a fenyőfás erdőben nő az a vacak? Fenyőerdőben nő. Aha. Szia Lili! Hogy haladsz a melóval? Tipra a fenyőerdő. Ja, a fenyőerdőben nő. Találtunk mi már fenyőerdőt. Battle Dam! Köszi szépen a 6 hónap tier 3-at. Hát nagyon-nagyon király vagy te is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Spanolhat csontporral is, nem? Ez jó, mert most csaptam el az összes csontport, de rá se ráncsunk, nyilvánvalóan. Oké, a piros az easy.
Ami azt jelenti szerintem, hogy easy a rózsaszín is. Wait a minute, mennyi pirosat tudok? Oké, okay, mindegy. Oké, okay, szóval easy a rózsaszín is. Easy a kék. Ami azt jelenti, hogy easy a világos kék is. Ugyebár, mint ezt nyilvánvalóan tudjuk. Oké, okay, van sötét kékünk, világos kékünk, pirosunk, rózsaszínünk. Szeretnénk valami zöldet. Emlékeztek rá, hogy hol találtunk fenyőerdőt? Szerintem még nem találtunk fenyőerdőt. Mert mint hogy érted, itt a térkép, ennyi dolgot fedeztem fel összesen. Tehát ez 20 cm. Se. Is that a fenyőerdő? Nem, az más. Is that a fenyőerdő? Nem, szerintem az is más. Oké, mindegy. Van egy helikopterünk, elmegyünk, és akkor megnézzük. Ma 12 órázom, hát ha sikerül valamennyi utalérni magunkat, aztán meglátjuk. Ez borzalmasan hangzik. Mondta Viktor, miközben egyébként a gyerek születése előtt konstans majdnem 12 órás napjai voltak. Azt hozzá kell tenni egyébként, hogy mostanra sokkal hatékonyabb lennék abban a 12 órában, mint akkoriban voltam 12 órában. Ilyen tekintetben nagyon sok mindent tanultam a gyerekvállalásból, hogy hogyan lehet hatékonyabbnak lenni, ami egyébként hasznos skill, kicsit komoly ára van. Boltban már nagyon káosz van? Ebédszünetben le kéne mennem. Nekem is mennem kell még boltba. Szereznem kell a gyereknek kinder tojást. Elméletileg a legtöbb dolgot már megrendeltük, ami kell a húsvéthoz. Tehát, hogy leadtunk egy vásárlást, megrendeltük, mit tudom én. Alapvetően a legtöbb dolog megvan, még PK-rút lehet, hogy kéne rendelnünk egyébként. De kinder tojás már nem volt. Nálunk érettségi előtt az off-ő megszólalása tetszett. 2 évvel le vagyunk maradva. Ilyenekkel próbálkoznak így az iskolákban egyébként. Megállás nélkül. És akkor tudjátok, amikor így megpróbálják... Ó, várjátok, ez az a virág, ami fehér festéket ad. Ez nem az a virág, ami fehér festéket ad. Ez az a virág, ami fehér festéket ad. Hát, ha ezt tudom. Már régen kilútoltam volna ezt a környéket. Oké, nézzük, hogy az a virág milyen... Oh, hello, ez egy csapda volt. Szóval, hogy a nagy részét azt már így... azt így megrendeltük, meg így megvan, de kinder tojás már nem volt. Úgyhogy ma még meg kell menni megpróbálni szerezni kinder tojást. Szereti nagyon a gyerek a kinder tojást. Mi meg azt szeretjük, ha ő szeret nagyon dolgokat. Jó, van rengeteg rózsaszín festékünk, for no reason at all, mert hogy egyébként ennyi rózsaszín festékre abszolút nincsen szükségünk. De nem ez a lényeg. Ez mit ad? Szőlőt. Szőlőből nem lesz festék. Sosem tudjuk meg, mivel próbálkoznak az iskolák? Ja, ezzel a érettségi előtt megpróbálni behozni 2 héttel a 2 év lemaradását, mert a közben a, nem tudom, amíg tudjátok, csak tart az iskola, addig így, jaj, hát most nem tudunk helyettesíteni, meg most nincs szakmai helyettesítés, meg szaladgáljatok, persze, who cares? És aztán meg érettségi előtt meg ugye nyilvánvalóan megpróbálják összekaparni a dolgokat, mert az érettséginél szuper látványos, mert ugye ez egy központi... Good. Oké, ezt hogy lehet felszedni? Alló. Tudhattam volna elindulás előtt akár! Amúgy sose tudhatod, mikor akarsz rózsaszín betonnal szegélyezni. Egyébként igazad van, Predrog, eltesszük, sose tudhatom. Az nem kell olló? De ezek szerint kell olló. Tudhattad volna, de nem tudtad. Ez történt, igen. Ez történt. Tudhattam volna, de nem tudtam.
És ugye nyilvánvalóan az érettségi az meg egy központi rendszer alapján történik a számonkérés. Szóval nem lehet eldismásolni azt, hogy ja, hát egyébként az adott osztálynak a 4 év történelem oktatása alatt 6 különböző történelem tanára volt, amelyből 4 tesi szakon végzett, és inkább testnevelést tartott. Oké, nyilván ez azért így hárs. Én egyébként így visszaemlékezve elképesztő, hogy mekkora időrablás volt egy csomó minden az iskolában amúgy. Mármint úgy értem az időrablást, hogy ilyen csak töltöttük az időt, és hogy technikailag senki nem beszélte senki idejét, és itt ehhez hozzá kell tenni, hogy mi se a tanárokét. Tehát, hogy itt így csendesen megragadnám az alkalmat, hogy mi se a tanárokét, mi se a sajátunkét, a tanárok se a milyenket. Tehát, hogy ilyen felnőttve. Nekem képzeljétek el egyébként egy visszatérő álmom, ami inkább rémálom egyébként így általában, az, hogy valamilyen oknál fogva vissza kell menni a suliba. Tehát, hogy ilyen, hogy nekem van egy ilyen, vagy nem tudom, hogy valamit így kitalálnak, és akkor tudjátok, történik valamilyen, nem tudom, jogi változás, és vissza kell menni mondjuk egy évre, és így visszahívnak mindenkit, ami nyilván logisztikailag, értitek, tehát hogy nyilván egy logisztikailag egy rémálom lenne, meg nyilván azt senki az Isten nem csinál ilyet, de hogy ez nekem valamiért nagy, tehát hogy volt már a gyerek születése óta is ilyen álmom, hogy bent kellett ülnöm az iskolába, és így azon gondolkoztam, hogy mi az Isten csinálok a gyerekkel addig. És akkor még amikor álmodtam erről, akkor voltam éppen bent, ilyen kezdő, nem szülői értekezleten, de hogy értitek, így az osztályfőnöki óra és a szülői értekezlet között volt valami a dologgal. És akkor tudjátok, így álltam, hogy oké, akkor most, tehát hogy most, akkor itt most azt közlitek velem, hogy minden nap kötelező lesz bent töltenem, mit tudom én, 7 órát, 7-8 órát az iskolában, és akkor így, hogy keresek pénzt? Miből tartom fent a lakást? Ami egy ilyen nagyon fura, egyébként ez egy nagyon fura dolog, lehet, hogy a pszichológusom egyszer beszélgetnem kéne erről. Bár egyébként az oktatási éveimről azért sokat beszélgettünk, és én nekem azért voltak a nappali oktatási rendszerrel voltak nehézségeim. Fura álmaid vannak, ne is mondd, Predrog. Szóval, hogy ugye én ezt nem szerettem, at all. Plusz a házit se felejtsd el. Már gimnazista koromban is voltak nagyon komoly vitáim arról a tanáraimmal, az egyik tanárral legalábbis rendszeresen, hogy nem érek én rá ezekre a hülyeségekre, ne szórakoztassuk egymást feleslegesen. Ó, nálunk egyébként jó fejek voltak az osztálytársak amúgy. Egyébként tényleg az van, hogy amit Patkó Hun is mond, hogy azért az valamit jelent, hogy értitek, ha az ember, tehát hogy ez alapvetően egy egészen elterjedt ilyen rémálom kategória, és azért ez valamit így elmond az iskoláról. Mindig nyomkodod az ágyat, de ha jobb felül a térkép felett rá, igen, tudom, de annyival egyszerűbb csak megnyomni az ágyat. Mert ugye a vanillában csak megnyomni tudod az ágyat. És akkor a muscle memory-ban benne van, hogy akkor oda megyek, és csak megnyomom az ágyat, aztán kalapkabát, érted? Ha lefekszik, ha nem fekszik le, nem fekszik le. És mostanában azt szoktam csinálni, hogy rányomok az ágyra, rájövök, hogy nem tudok lefeküdni, és aztán megnézem, mennyi az idő. Quest complete! Oh, wow! Mikor kompliteltünk utoljára questet? Mikor kompliteltünk, srácok, utoljára questet? Tisztelem a tanárok idejét, mindig nézem minden osztály órarendjét, hogy legyen mindenkinek leghamarabb vége a napnak. Szerintem az utolsó 1 millió epizódban nem kompliteltünk már questeket. De itt vannak ebben questek? Valami rémlik messziről. A tudás, amit már elfelejtettünk mindannyian. Hogy itt vannak questek. Csak Viktor leszarja őket.
Annak ellenére, hogy direkt azért ezt a modpacket választotta, mert vannak benne questek. Mert különben azt csinálnék, amit akarok. Azt meg ugye kinek jó? És mikor fognak folytatni őket? Hát majd, ha úgy alakul. Fontos dolgokat csinálunk, oké? Most például egy liftet. A lift szerintem egy kifejezetten fontos dolog. Lehet, hogy ezt te nem így érzed. A másik, ami lehet, hogy I don't care. Vannak más bolygók is? Nem, bolygók nincsenek. Az csak pletyka. Bolygók nincsenek. Képzeljétek el, srácok, tegnap este, alvás helyett, de tegnap este Helldivers-eztünk Balázzsal. És nagyon-nagyon király volt. Bizony. Mert hogy sunyiban ő is megvette, csak még nem streamelte soha. Ezen nem lepődött meg senki. Egyébként aludnom kellett volna, mert iszonyatosan fáradt voltam ma reggel. Azt mondja, Pajtás, tegnapra belázasodott testére. Kicsit félünk, hogy ezt így tartja majd a hátralévő időszakban is. Így a hétnek a hátralévő időszakában. De mindössze, hogy belázasodott testére. És így elment aludni a gyerekkel. És így ma reggel így tudjátok, így mesélte büszkén, hogy 9 órát aludt! Én még így megnéztem a karórám szerint mennyit, ami egyébként súlyosan téved. Tehát, hogy a karórám az rendszeresen beklokkol olyan időket alvásra, amikor még biztos vagyok benne, hogy tehát tudom, hogy nem aludtam. Na mindegy, csak lehet, hogy már nyugodtan feküdtem, vagy ilyesmi. És így azért 6 órát, és így álltam, hogy ain't no good. Miért teszem ezt saját magammal? Jobbulás neki. Átadom majd. Most sokkal jobb bőrben van már, mint tegnap volt. Nagyon, asszonypajtás nagyon-nagyon rosszul bírja egyébként a lázat. Meg a hőemelkedést is, tehát hogy ha ő neki már ilyen hőemelkedése van, akkor már így nagyon-nagyon rosszul érzi magát a bőrében. Szürke. Szürke festék. Nagyon jó. Fekete festék. Még sokkal nagyon jobb. Én meg tök érdekes, hogy így alapvetően így tök, én tök okés tudok lenni lázzal is. 36 percig bírtad, hogy ne hozz fel a Helldivers-t. Ez új rekord. Nagyon élvezem azt a játékot, srácok. Nagyon-nagyon élvezem azt a játékot. Ez az igazi probléma. Oké, van sötét zöld dájunk, amiből ugye nyilvánvalóan lesz világos zöld dájunk. Van piros, szerintem jók vagyunk. Az a kérdés, hogy... van-e sóderünk? Itt nincs. Hol lenne a shoulderünk, ha lenne? Én nem tudom elviselni a lázat lázcsillapító nélkül. Én 37-kor már meghalok felülésben. Na, szóval, hogy ilyesmik történnek. Így azt mondja Pajtással is, hogy ő nem érzi jól magát olyankor már. Oké, van-e olyan örlő gépünk, amiben be tudunk rakni csak úgy dolgokat, és azokat le tudja nekünk őrölni, mint egy közel manuálisan. Oké, van homokunk, az nagyon jó. Van szerintem shoulderünk is amúgy. Tévedte Viktor, de legalább hangosan. Ó, nem, ott van. Oké. Meg van szőlünk. Gravel helyett konkrét. Sima konkrétet szeretnék. Festék nélkül. Lehet-e olyat csinálni? Nem. Ugye?
Oké, okay, akkor az 8 darabot fog adni egyetlen egy fehér festékkel, 4 darab, izé, 4 darab. Van fehér festékünk? Van. Egy fehér festék, 4 darab cucc, 4 darab másik cucc. 8 darab fehér beton. Kellett nekünk amúgy fehér beton? Nem. De mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy most már van. Fehér beton pont nem kellett egyébként. Oké. Okay. Tudjátok, mink nincs. Helyünk az inventoriban. Kell nekünk fekete beton. Van fekete betonunk. Kell nekünk fekete beton? Kell. Egy emeletet feketének fogunk kezelni, jó? Kell sötét zöld beton, vagy szeretnék csinálni inkább világos zöld? Nekem a világos zöld jobban tetszik. Mondta Viktor meggyőzően. Oké. Okay. Kéne ezzel az inventorival valamit kezdeni. Nem tudom, hogy mi a véleményetek erről. Oké, okay, ez megvan. Hogy lesz ebből? Nem agyvérzés. Mehetünk vissza. Hétvégi tervem. Péntek országúti, szombat MTB, vasárnap országúti. Már annyira várom. Ez nagyon jól hangzik egyébként. Szia Linda! Minden részét láttam ennek a sorozatnak, de ezen a parkürpályán nem tudok kiigazodni. Minden részében jelen voltam ennek a sorozatnak, de ezen a parkürpályán nem tudok kiigazodni. At all. Van sárga festékünk? Igen, hogy legyen sárga festékünk. Nem tudsz táskát növelni? Nem tudom. Tudok táskát növelni? Backpack. Most jöttem, a jó van ez így, lejöttem az életről. Ó, tesika, ne is mondd. Ami most megint történik Magyarországon. Ó, Jézus Isten, agyvérzést kapok. De csak egy kell színenként, mert ha berakod a frekvenciának, akkor meg... Igen, ez így van, Gábor, ebben teljesen igazad van, de nem lehet egyet craftolni. Create modpack. Nem lehet egyet craftolni, úgyhogy azért craftolok többet. Mert ez az egyet, tehát hogy érted, így lehet csak megcsinálni. Most próbálok épp valami rendet tartani, de közben ti is tudjátok, hogy ez nem így működik. Inkább csak behaigálom a dolgokat. Miért van nálunk slime-ból vajon? Nem szeretnél köztársaságot alapítani? Egy fix lakód már lenne. De az a helyzet, hogy szeretnék. Mi? Az a helyzet, hogy szeretnék. Ó, Jézus Isten. Aj, de szeretnék. Ami ebben az országban történik, ez teljes nonsens. A, tudjátok, témák, amik miatt normális országban leszoktak mondani emberek. És most nyilván megint egy ilyen van. Most jelenleg épp egy olyan ügy megy, amiben egyébként másos, tehát normális demokráciákban így kormányok buknak bele. Tehát nem csak egy-egy kormánytag, az egész kormány. És aztán így Magyarországon meg így... Nem tudom. Te vagy a nagyobb szemét! Te vagy a nagyobb szemét! Tehát nem is ez a vita kérdés, hogy ki a nagyobb szemét! Jó van, Tasika, engem is lehoztál az életről. Thank you! Tasika megjön! Tasika lát! Tasika győz! Oké, okay, ez megvan. Ez megvan. Köztársaság Viktorral az élen? Ja, csinálunk egy köztársaságot, és akkor onnantól lehet más az élen. Tehát, hogy értitek, hogy minden szavazás után van egy 4 éves turnus, 2 után nincsen több. Oké, okay, maximum 3, erről vitatkozhatunk, ezt majd megszavazzuk, hogy hány turnus, de hogy nincsen több. Megy a vérbe, és nincsen csiki-csuki.
Valahogy úgy kell megírnunk, srácok, a jogi hátterét ennek a dolognak, hogy ne lehessen csiki-csukizni. Oké, megvan a narancssárga, megvan a zöld, megvan a piros. Tudunk csinálni kéket. Tehát, hogy azt se játsszuk, mint amit Putyin játszik, hogy egy kicsit így pakolgatja magát ide-oda, ameddig nem lesz annyira erős, hogy eltörölje egyáltalán az igényt arra, hogy pakolgassa ide-oda. Ami egyébként közben megtörtént. Oké, citromsárga megvan. Mióta megy a live? Ó, YouTube-on kiírja, YouTube-on pont tök jól kiírja. Úgyhogy YouTube pont ez a felület, ahol nem kell egyébként feltétlenül hülyeségeket kérdezni. Oké, sötét kék megvan, világos kék, ami ugye nyilvánvalóan fantasztikus lesz, mert szuper könnyű lesz betippelni, hogy hogy a kettő közül éppen melyik. Oké, világos kék megvan. Én Twitch-en vagyok, kérdezhetek hülyeséget? Gofri, te bármikor kérdezhetsz hülyeséget. Elsősorban azért, mert az égen nincsen senki, aki meg tud ebben állítani. Bum 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 bum. Képzeld, Viktor, az eladónk úgy gondolta, hogy adunk neki 20 milliót KP-ban. Mármint, hogy így ezresekben, meg 20 000-esekben. Igen. Kinek van annyi a kár? Egyébként hozzá kell tenni amúgy, hogy ez nem egy annyira ritka dolog, mint gondolnád. Tehát, hogy én hallottam már azért itt ingatlan vásárlásokkal kapcsolatban ilyen jellegű dolgokat. Hogy így emberek így felajánlanak, nem tudom, 30 milliót KP-ban. Mi az Isten csinálsz vele? Hogy számolod meg? Úgy gondolta, levesszük a bankból. Miért vennétek le? Mondtuk, hogy amúgy a szerződésben az van, hogy utalás. Akkor pláne miért csinálnátok? Mármint, hogy... Elnézést, elragadtattam magam. Jó, milyen színünk van még? Van még sötét zöldünk. Csináljunk sötét zöldet is, mert elsősorban, mert tudunk csinálni sötét zöldet. Milyen szín tudunk még csinálni a betonból? Mi kell? Ó, feketét. De fekete van. Jó, az már egy csomó szín. Akárhonnan nézem, az egy csomó szín. Nem olyan sok címlet, mint amennyinek tűnik. Én találkozok alapvetően emberekkel, akik használnak készpénzt. Egy olyan helyen szoktak használni készpénzt, ahol nyilván nekik is sokszor fizetnek készpénzben. Kettő. A nem teljesen illegális ügyletek esetében is nagyon gyakran forog a készpénz. Az a helyzet, hogy egyébként tudom, hogy ez nem jó. Feltétlenül ez a gondolat, de hogy bennem van egy érzés azzal kapcsolatban, hogyha valahol készpénzhez nem kell, akkor az ott valószínűleg illegális is. Ami nem feltétlenül van így, egyébként ez teljes hülyeség, ez értitek, ez egy ilyen, nem tudom, beégett reflex. Ó, szürke betont is tudunk csinálni. Ha esetleg srácok, pont a szürke beton hiányozna az életetekből. Mindegy, ez is egy újabb cucc. Tesco-ban a kassa, nyilván nem a nagy cég. Oké. Mi kell a különböző... Várjátok. Oké. Mi kell mondjuk egy lilához? Piros meg kék? Hát hülye vagyok én? Hát ezt meg tudom csinálni. Hát ezt simán ki tudom keverni. Viktor, emlékezzél az általános iskolára. Itt van végre az, amire hasznos volt. Oké, mink van még? Cián. Zöld meg kék. Ezért jártál, ez az a pillanat, amiért jártál általános iskolába.
Oké, nyilvánvalóan voltak közben még dolgok, amik miatt járt az ember általános iskolába, de nem ez a lényeg. Jó, ez megvan. Gondoltál rá, hogy a fenekedett színűmet? Gondoltam, de azt hiszem pont most módosítottak felhasználói szerződést a Twitchnél, és azt hiszem már nem lehet. Úgyhogy erről a trendről megint lecsúsztam. Pedig egyébként valószínűleg megőrültetek volna, olyan seggem van. De ez már sosem fog kiderülni. Cubbins. Oké, szerintem nagyjából lehoztam azt, amit le lehet hozni. Akkor csak show us that booty. Na, hát már sajnos nem lehet ilyen időzítéssel csatlakozni. Például azért tudtad kiszámolni, mekkora cső kell a lávához. Ja, igen, tényleg ott is emlékeztettem magamat erre. Oké, melyik szín van? Eljöttök. Gray. Light gray. Black. Na az, hogy akarunk-e light gray meg gray dologgal. Oké, és akkor mindegyikből, ha esetleg nem lenne elegendő a helyfoglalás, amit történik, akkor mindegyikből szükségünk van egy másik verzióra, amiről azt kell tudni, hogy ez egy jobb verzió, nem egy vízbe rakott verzióra is. Ami ugye nyilvánvalóan easy peasy, hiszen mindegyikből lett 8 darabunk. Oké, nem kell mindegyikből vízbe rakott. Nem, mindegyikből kell vízbe rakott verzió, nem kell mindegyikből száraz verzió, mindegy, akkor nem számít az, hogy az, hogy 8 darabunk van, mert a legtöbb esetében tök mindegy. Én már láttam Viktor lábát. Ha. De hogy honnan tudod, hogy nem AI generált a content volt? Hm? Honnan tudod, hogy nem AI generált a content volt? Honnan tudod, hogy igazából van-e lábam? Vagy nincs? Élőben volt. Honnan tudod, hogy nem cool AI generált a content volt? Great AI generált a content. Az lesz majd nagy vidámság, amikor az AI generált a contentek tudják így live-ban tudnak készülni. Az világi öröm lesz mindenkinek. Egyszer el tudom képzelni egyébként, hogy milyen felhasználásai lennének, amik egyébként királyak, de közben nyilván benne van az is, hogy azért ez egy halálos rettegés nekem. Apropó, van valami gondolat a közönség talira? Nem. Nem, sajnos nincs. Nem jutottam el odáig. Nagyon szeretnék eljutni odáig, de nem jutottam el odáig. Dave azt mondta, hogy ő nagyon szeretné szervezni, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy egyébként amúgy a valóságban van-e rá ideje, vagy csak szeretné szervezni. Tehát értitek, hogy ő azt mondta, hogy annyira nem nézett ki jól, hogy AI legyen? Hé, Predrog! Goromba! But true. Oké, szerintem feketénk nincs. Lábkamerát kérünk, az arckamera nem is fontos. Szereljem át a kamerát lábra inkább. És akkor most például látnátok, hogy hogyan hátra van csavarva a székem guruló kerekei köré. Vagy nem a kerekei köré, hanem így a láb, tudjátok, ami tartja a kereket. A köré van hátra csavarva a lábam, for no reason, de nagyon kényelmes. Jó, meg vagyunk, ez viszonylag egyértelmű. Akkor amit először is ki kell találnunk, hogy hogyan kódoljuk. Oké, szerintem a gray concrete lesz a lift rendszernek a,
a kommunikációs része, amit most így nem tudok ennél sokkal jobban leírni nektek, hogy mi lesz a Grey Concrete. Szia Turó Nemzet! Láttad te már, hogy milyen jól néznek ki az AI tartalmak mostanságban? Szexuális tartalom esetén nem. Vagy lehet, hogy igen, csak nem tudok róla. Oké, szóval esetét, úgyni. És aztán szükségünk van még az emelet kódjára, és ez lesz itt a sárga emelet. Oké, nagyon jó. Amire tudjuk, hogy még szükségünk van, az fönt a liftnek, a lift vezérlésnek a bekódolása lesz még egy izgalmas dolog. Ugye az megy felfele, lefele, meg megáll. Oké, ahhoz nincsen meg minden alkatrészünk. Hogy vagy? Köszönöm szépen! Jól! Tök jól voltam, amíg Tasika le nem hozott az életről, de az helyzet, hogy Tasika nem úgy hozott le az életről, hogy kitalált dolgokat, hanem Tasika úgy hozott le az életről, hogy emlékeztetett dolgokra, amik... guess... okésak így ebben a formában. Nem azt mondom, hogy... needed? De ok, de egyébként közben többet kéne arról beszélgetni, ami jelenleg... zajlik itt Magyarországon. De amúgy jól, köszönöm szépen. Gyönyörű idő van kint. Tök jót sétáltam a patakparton, majdnem elsüllyedtem egy adott ponton a sárban, úgyhogy ott irányt váltottam, de attól még addigra nyilvánvalóan a cipőm az teljesen elázott, ugyebár. What? Hogy a rubberből nem lehet táblát csinálni. Ja, Istenem, haver, veled is csak többen vagyunk. Szomorú Titanic zene. Egy ideig, tudjátok, így mentem, és aztán így cuppant egyet az egyik lépés, és akkor így mondtam, hogy hó, ez nem lesz jó. És aztán... guess what, nem lett jó. Mivel jelöljük, srácok, a lefelé-felfelét? Mit szóltok, hogyha a Deep Slate Gold Ore a felfele, és a Deep Slate Redstone Ore a lefele? Ezt erre azt fogjátok mondani, hogy de hát ezek között nincsen semmi kapcsolat, és miért a rózsaszín tábla és a nem rózsaszín tábla az mennyivel jobb kapcsolatnak? Sonic, átléptél egy bizonyos határt ezzel. Április 1 lehet-e lábkamerás nap? Fogok én egyetlen streamelni április 1-én? Szerintem nem. Az nem hétfő. Április 7-9 között közel leszek a 17. kerülethez. Lehet találkozunk. Mit jelent a közel? Mert hogy arányaiban közel már a belváros, azt mégsem fogunk soha találkozni összeg. Az baj. Azt még nem ragasztottam össze. Jó, ez az irány a felfele. Oké, ezzel lesznek gondok. A későbbiekben, de mindegy, ezt hogy megoldjuk. Zugló. Igen, az arányában közel van. Ez az irány a felfele. Hogy működik ez? Oké, tehát ezt most átkapcsolom. Melyiknek mikor kell jelet kapnia? Meg a 17 még mindig nagy. Jaj, képzeld el, Lili! Találkoztam egy nénivel a vasútállomáson a hétvégén. Szerintem szombaton. És így megkérdezte, hogy hol van a nem tudom melyik piac, amiről nem tudtam, hogy melyik egyébként, de hogy így rákerestem, és az, ami ott fent van a fent-fent, tehát ami így a kerület másik oldala, mint a miénk, a Borsó utcai uszoda utcájánál, tudod, hogyha tovább megyünk, akkor ott van egy piac. És akkor így, tudjátok, így állunk itt a nálunk lévő vasútállomáson, és így megkérdezi, hogy hát elnézést, hogy hogyan tudna arra a piacra eljutni. És tudjátok, amikor így állok, hogy hát haver, nem ott vagy, ahol szeretnél lenni. Ezt gondolom, a bakancsos, szóval gondolom, ezt te is, ezt,
Hát haver, te nem ott vagy, ahol szeretnél lenni. Ezt viszonylag bizton állíthatom neked. Jó, ez alapján se tudom megmondani, hogy... Nem, az a felfele, az a lefele. Felfele, lefele. Tudjátok mit? Tök mindegy. Megnézzük, hogy így lesz-e, és aztán majd kitaláljuk. És először is próbáltam neki segíteni, és nyilván nincsen nála telefon. És így mondom, hogy jó, akkor innen úgy tudsz átjutni, hogy... És körbeírtam neki egy útvonalat 2 busszal, meg mit tudom én mivel. És akkor így álltunk, hogy... Hogy yes, ez valószínűleg így azért ez izgalmas lesz, és aztán találtam neki egy egyszerűbb útvonalat, és mondom, hogy itt erre el kell sétálni, és akkor ott felszállni a buszra, és akkor... De ahogy értitek, olyan iszonyatosan messze volt, és valószínűleg egyszerűen megrántotta a vállát, hiszen 17. kerület, értitek, kerületen belül van. Mi lehet a legrosszabb? Oké, szerintem ez a stop. De hogy közben olyan átkozott messze van, hogy mit tudom, hogy autóval 10 perc onnan átkeveredni forgalomba. Oké, mondjuk meg lehet csinálni mondjuk 7 alatt. Szegény néni azóta is ott bolyong a 17. kerületben. Az a helyzet amúgy, hogy én így örömmel venném azt, hogyha lenne valami útja módja annak, hogy valakit útba igazítasz. Akkor arról így tudj utólag. Hogy így megtalálta-e, ráadásul nem feltétlenül tűnt a tájékozódás koronázatlan királyának. Ugyebár. Ami ugye szintén egy szomorú dolog. Amúgy a 198-es pont elvisz oda, igen, csak a nálunk lévő vasútállomásnál pont nem lehet felszállni a 198-esre. Pont a környéken nincsen 198-es. Úgyhogy a két megoldás az volt, az egyik megoldás az volt, hogy elsétál egy 198-es megállóhoz, és végül egyébként ezt ajánlottam neki. A másik az, hogy felszáll egy buszra, amiről átszáll a 198-esre. A harmadik ez elmegy vonattal, ahonnan egy másik busszal visszamegy, és ezek mindegyike majdnem pont ugyanannyi idő volt. Szeretem, amikor 2024-ben egy orvos CD-ről tudja csak megnyitni az MR képeket. De legalább CD-ről meg tudja nyitni. Lehetne olyan is, hogy nem. Csak mondom. Oké, akkor... Ez azt hiszem a fel... Ez azt hiszem a le... Majd finomítjuk, hogyha nem működik jól. Oké, és akkor... Emeletek. Csak pendrive-on van meg. Nem mondod, hogy pendrive-ról nem tudja be... hogy így értetted. God. Azt, hogy e-mailből nem tudja, azt még el tudom képzelni. Oké, szóval kell egy emelet ide. Kell egy emelet bentre. Hogy állunk a benti emelettel? Azt, mintha elkezdtük volna csinálni, de nem hiszem, hogy befejeztük. Oké, ez itt a sárga emelet, az biztos. Oké, ott nem kezdtünk el semmit csinálni, ez ég egyött a világon. Good to know, nem kezdtünk el semmit csinálni. Akkor az lesz a valami másik színű emelet, csak tudnunk kell az emeletek sorrendjét, ez a fontos. Ott vannak azok, az fontos. Hol van ez? Ez is megvan, nagyon jó. Innen kell bármi más? Igen. Hogy ne kéne, Viktor. Stay focus. A legtöbb munkaidőm azzal megy el, hogy felleutazgatok. Szükségem van ilyenekre. Nem feltétlenül ennyi darab ilyenre van szükségem, de szükségem van ilyenekre. És akkor most lemegyünk, és beprogramozzuk, illetve be lehetne programozni ezt az emeletet is. Ez az emelet milyen emelet legyen, srácok? Legyen lila. Nagyon jó, hogy egyetértünk ebben, ennek nagyon örülök. Ez az emelet lila lesz.
Narancsárga a frekvencia 1-be. Lila a frekvencia 2-be. Viszont ezeknek adniuk kell a jelet. Igen, ezek adják. Oké, ez nem jó. Ez nem narancsárga. Ez sötét szürke. Mert ugye ez csak a távközlési rendszere, nem maga a liftnek a mechanikája. Szóval ez sötét szürke. És aztán lemegyünk a legaljára, és... akkor van egy lila emeletünk, egy sárga emeletünk. Jó választás a lila, írik erre a szintre. Köszönöm szépen. Sötét szürke sárga, ez itt a sárga emelet. És legalúra csinálunk egy másik emeletet, ami nem sárga lesz majd, hanem... valami más. Lehet, hogy legalul lesznek nehézségeink. Ó, nem, nem lesznek nehézségeink. Minden rendben van, srácok, nem kell aggódni. Oké, elméletileg ide nem is kell kettő darab érzékelő, ugye? Mert az alsó szint máshogy működik, mint a feljebbi szintek. De ettől függetlenül rakunk kettő darab érzékelőt. Viszont feljebb. Mert ugye egyel feljebb kell tenni, és a liftnek is van alja. Szóval szerintem felrakjuk mondjuk oda az érzékelőket, és itt lesz a legalsó emelet, mert szerintem technikailag nem tudunk lejjebb jönni. Sötét szürke, ez lesz itt a rózsaszín emelet. Hogy? Wait a minute. Ennek a kettőnek egymáshoz képest különbözőnek kell lennie. Oké, okay, semmi baj. Akkor ez lesz a rózsaszín emelet. Igen, ez a rózsaszín emelet. De hogy a többinek is különbözőnek kell lennie, mert ugye ez a kettő, ez különböző dolgot kezel. Azon gondolkozom, van-e értelme megtanulni hollandul? Balázst kérdezd. Balázs nagyon lelkesen tanult egy időben hollandul, és aztán kint élt egy hónapot Hollandiában. Kérdezd meg, hogy mi volt a tapasztalata a dologgal kapcsolatban. Ez az emelet, a sárga emelet. Ez a beton, ez jó, hogy végül írta valaki komment szekcióban még az előző stream alá, hogy szerintem betont kéne használni, mert ebből több az opció. És tényleg az, mert így tudjuk ugye, tudjuk trackelni az emeleteket rendesen. És ez az emelet pedig a lila emelet, ahol pedig ezt kicserélem. Jó, mindenhol ugyanaz az oldal a por. Oké, kezdjük el megfejteni, vagy kezdjük el megcsinálni először a liftet. Mert hogy most ugye jelenleg éppen nincsen liftünk. Az egyikben pornak kéne lennie, Sonic, a másikban pedig sima betonnak, úgyhogy most lemegyek és megnézem. Szóval, hogy ha így repülünk most, mint ahogy most repülünk, akkor a jobb oldaliban pornak kell lennie, a bal oldaliban pedig sima betonnak. Szeretnétek, srácok, ablakot a lift oldalára? Dizájnoljuk át úgy a liftet? Ó, akkor szerintem jó. Oh shit, mindegy, most már itt vagyunk. Dizájnoljuk át úgy a liftet, srácok, hogy legyen ablak? Az jó, mert viszont nem raktam bele narancssárgát. Mert szürkét kell. Szóval, hogy nem raktam bele szürkét. Úgyhogy jó, hogy lejöttünk. Jó, dizájnoljuk át úgy, hogy legyen ablak. Oké, semmi baj. Átdizájnoljuk úgy, hogy legyen ablak, és akkor egy kicsit kevesebb lesz a gombunk, de az nem feltétlenül baj. Mármint nem feltétlenül baj így azonnal. Na mondtam, hogy rossz, csak mégsem. Task failed successfully. Ez történt egyébként. Hogy mondtad, de aztán mégsem mondtad, és aztán kiderült, hogy de mégis mondtad. Ja, az jól néz neki, ha lenne ablak.
Ó, Jézus Isten, ezt a folyamatot nem fogom annyira élvezni, mint kéne. Jó, van valahol clear glass-em. Ez abszolút clear ez a glass, ez nem is lehetne ennél clearebb. Oké, ebből meg tudom építeni. És aztán kell ragasztó. Kell... glue. Kell... glue. Jaj, olyan jó volt tegnap, srácok, egyébként, hogy időt tekintve arányaiban gyorsan végeztünk az adásvételi része, hogy ez már nem volt ilyen, tudjátok, ilyen, nem tudom, ott tötymörgünk rajta. Nyilván át kellett nézni mindent, nyilván át kellett nézni a szerződést, át kellett nézni az adatokat, tehát hogy nyilván ezeket a dolgokat át kellett nézni, de hogy nem volt egyébként közben ilyen nagyon-nagyon tötymörgős a dolog. Oké, hogyan alakítja át a liftet az, hogyha teszünk bele ablakot? Meg világítás sem ártana. A világítást azt majd kitaláljuk. That's easy. To be cheesy. Oké, okay, ez biztos. Az üveg az oldalán az az, ami számomra egy nagy kérdés, mert az üveget valószínűleg... Szarosi nyaralót? Aha! Jaja, békés Szent Andrási, de igen, azt adtuk el. Amiben ilyen egy hatod tulajdonom volt egyébként. Most már nincs. Ennek a tetején nem kéne kábelnek lennie? De véletlenül elhúztam a kábelt, szóval... That's that. Most már nem kell, hogy kábel legyen. Oké, okay, az ott marad. Nem nézne... Cool. Emlékeztek, amikor megállapítottam, hogy a clear glass az pont azt csinálja majd, amit szeretnénk. Hát, guess what? Nem azt csinálja, amit szeretnénk! Mit adtam, vettem nyaralót? Ami így vicces, hogy nyaralónak van meghatározva, hogy nyaralóként hivatkozunk rá, de amúgy anyumék ott laktak. Nekem frame glass kell, ja. Nekem frame glass kell. Illetve egy design ötlet arra, hogy hogyan kéne a frame glass-t valahogy beilleszteni ebbe a dologba. Úgyhogy ez most elméletileg lezárult. Ó, ebből több ragasztó. Oké, nézzük meg, hogy van-e framed glass-ünk. Framed. Biztos, hogy van valahol. Illetve tudunk is csinálni, szóval nincs ezzel alapvetően probléma. A kérdés az, hogy van-e? Van. Én nem szeretném, az van, hogy én nem tudom, hogy a kopper színvilágához mi az, ami illene. Kérdés inkább az, hogy ugye nagyon jól illene hozzá, ha nem ilyen lapos lenne. Mert hogy ez így jelenleg nem illik annyira nagyon jól hozzá. Viszont, hogyha kihozom kijebbre, akkor arra ugye reagálnia kell dolgoknak. És abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy az... Üvegpanel. Az üvegpanel nem egy rossz gondolat egyébként.
Azt is tudjuk csinálni, hogy az egész liftnek átdolgozzuk a dizájnját, és akkor nem ilyen gömb alakú lesz. Lyukas, kösz szépen a 36 hónapot. 36 hónap, kereken 3 év, te jó ég, így van. Elképesztő idő. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Szóval azt is csináljuk, hogy az eleje lapos, a hátulja ilyen ívelt, és akkor egy kicsit inkább olyan arra hasonlít a... Ez egy felhasználó név. Szerintem Tasikának nincsenek helyes írási szabályai. Mármint, hogy érted, úgy írja valaki a felhasználó nevét, ahogyan csak szeretné. Dendragon, kösz szépen a 45 hónapot. Nagyon-nagyon király vagy. Mi az a maximális magasság, amin még elérjük a gombokat? Szia, Memoru, mi a helyzet? Hogy vagy? Szerintem ezen ott még elérjük, és szerintem ott is elérjük. Ez hány gomb? Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez 6 gomb. Ez bizony 6 gomb. Az ugye 18 gomb összesen, 18 emelet. Azt szerintem nem rossz amúgy. Lehet szélesebb is. Nem sokkal amúgy. Valamivel lehet még szélesebb adott pontjain, de ott például, ahol a gombok vannak, ott már szerintem nem lehet sokkal szélesebb. Mert ugye megvan az, hogy mennyi, mi az, ami még le tud menni. Oké, hát ez így... Már egy teljesen más dizájn. Akarunk ide egy ilyen kis extra ablakot. Bel, lényegesen kevésbé hasonlít búra, zére, búvárharangra most már. Kérdés, hogy mi van, hogyha az eleje éles marad, és csak a hátulján figyelünk arra, hogy... hogy így kicsit le legyen kerekítve. Benyeltem valami vírussal, a holnap utolsó pár napját átszenvedem. Annyit vagyok beteg az új munkájában, mint annó az oviban. Jeez, ti hogy vagytok? Benyeltünk valami vírust, így a holnap utolsó pár napját végigszenvedjük. Annyit vagyunk betegek itt a bölcsiben, mint annó az oviban. Egyébként én nem emlékszem arra, hogy az oviban nagyon sokat lettem volna beteg. Az elején biztos, hogy nagyon sokat voltam beteg, de addigra, mire... mire már vannak emlékképeim, addigra már nem voltam olyan nagyon sokat beteg. Lehet, hogy sokat segítene rajta, ha üvegpanelekből lenne. Őszinte legyek, nekem ez így annyira nem tetszik, de funkcióját tekintve pedig nyilvánvalóan vigud. Tehát, hogy így értitek.
Ezt a bölcsis betegséged időszakot valahogy ki kell szortolni, az ovi kicsit könnyebb lesz. Ja, ezt a részét még ki kell találni, hogy hogy menjen. Arrébb kell ezt raknunk? Az van, hogy egyébként nem kell arrébb raknunk. Arrébb tudjuk rakni, de hogy nem kell feltétlenül arrébb raknunk. Mert ugye ennek csak az a lényeg, hogy elhaladjon a cucc mellett, ha jól emlékszem, de majd még megyünk vissza dizájnt nézni az eredeti. Nekem mindig is szar volt az immunrendszerem akkor, I guess, de a vendéglátás velejárója, hogy folyamatosan idegenek között vagyok, és nyilván kapok mindenféle fost. Ja, igen, ez sajnos ez ezzel jár. Oké, nekem ez itt elől fura. Mondta Viktor, egy specifikus részre, értitek? Semmi más. Ez az egy specifikus rész, az, ami nekem fura. A többi véletlenül sem. Az a fönti ablak az ott fura amúgy. Oké, így mi a helyzet? Ki kéne ülnöm a napra dolgozni? Úristen, az de jó. Az de jó, amikor laptopon dolgoztam többet, akkor az olyan jó volt mindig, amikor így ki lehet ülni. Mondjuk most már a laptopom nem feltétlenül a legjobb munkaerő. Bár egyébként amilyen elképesztően idős, ez abszolút, szerintem abszolút elfogadható. Mit szóltok ehhez a lift kapszulához? Azt leszámítva, hogy önmagában kellhet lift ahhoz, hogy közlekedjünk a liftben. Szilén, köszi szépen a 39 hónapot, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Építhetnénk egy csiga lépcsőt a liften belülre. Olyan, mint egy búvárharang. Te vagy már olyan, mint egy búvárharang, ez tök kevéssé olyan, mint egy búvárharang. Elég randa. Nem is ronda. Egy lépcső, ami lift. Ja, tehetünk bele. Oké, próbáljuk ki az üvegpanellel. Nem vagyok benne biztos, hogy ez az... Miért kell a dolgoknak valahogy kinézniük? Miért nem elég nekem? Miért nem mehet ez egy körbezárt izében? Ó, oh, Jézus Isten, mekkora ez a lift. That's a chubby boy. Elférnek rajta a gombok. Hát nyilván azért ilyen nagy egyébként, tehát hogy az addig oké, hogy azért ilyen nagy, hogy legyenek rajta gombok. Ez egy lyukas bab. A lyukas babba, kit megtok, azzal ki tudok békülni, ez tetszik. Nekem a gyógyszer jut róla eszembe. És jó gyógyszer jut róla eszedbe, vagy rossz gyógyszer jut róla eszedbe? Mert ha egy jó gyógyszer jut róla eszedbe, azzal én okés vagyok. Ha egy olyan gyógyszer jut róla eszedbe, amit majdnem meghaltál, akkor attól egy kicsit kevésbé vagyok okés azzal. Análkúb. Remek. Jó van, Tasika, akkor kívánom, hogy ez legyen a neked az análkúpod. Nyilván kívánom mellé azt is, hogy élvezzed. De közben...
Nap, ez nem az, amire gondoltam. Nem én írtam le. Oké. Mind a ketten. Oké, megnézzük. Beszorultunk valahova. Elmúlt. It's better. Szerintem ez így jobb. Miért lemaradtam? Miért lett akkora a lift, hogy külön lift kelljen hozzá? Mert szerették volna bizonyos nézők, akiket nem nevezünk nevén, mert az ugye shaming lenne. Szóval szerették volna, hogy legyenek üvegablakok, és ki lehessen nézni a liftből, és ne legyen vaksötét a liftben. És én pedig szerettem volna, hogy egy bizonyos mennyiségű emeletnek megfelelő gomb maradjon. Tudjátok, mi lenne ennek a lift dizájnnak egy szignifikáns fejlesztése? Kapaszkodjatok. Tudjátok, mi lenne egy szignifikáns fejlesztése? Ha csak 9 gombot használnánk, és a 9 gombon be lehetne ütni, hogy hanyadik emeletre megyünk. De azt nem mondtuk, hogy akkora legyen, mint egy víziló. Szóval, hogy be lehetne gépelni. Ahhoz nem 10 kéne? De, 10. Meg egyébként 11, mert valamivel le is kell okézni. Szóval 10 gomb lenne, és le lehetne okézni. Megvannak már a challenge-ek? Ez egy üvöltő Kyklops robot. Így üvölt. Oké, mindegy. Ettől függetlenül ez most így marad. Jöhet a ragasztás. Hűboly. Oké, jöhet a ragasztás letakarítása először, amit itt felejtettem. Egy fehér fog alulra, és még egy darab foga is lesz. Vagy egy fehér blokk alulra, és lesz egy foga. Igen, tényleg úgy, tényleg olyan. Kettő streamer ezelőtt volt egy analóg kapcsoló. Az nem működne, mint alternatív gomb, és akkor nem kellene 10 gomb. Szerintem most éppen nem akarok azon gondolkozni, hogy azt a dizájnt hogyan és mint raknánk össze egyébként, de szerintem a 10 gomb, 11, a 11 gomb az szerintem is. Ó, az alternatív kapcsoló. Hát ez valószínűleg egy fájdalom lenne azon gyorsan beállítani azt, hogy... Az biztos, hogy egy fájdalom lenne azzal gyorsan beállítani azt, hogy melyik emeletre akarsz menni. Szépen lassan be lehetne állítani, az biztos. De azt tudja, hogy amúgy egy fájdalom lenne. Miért nem tudtam építeni, valaki meg tudná mondani, hogy miért nem tudtam építeni egy 5x5-ös kockát? Hogy ki bántott engem, hogy ennek kell lennie a végeredménynek?
nem lehet hangfelismeréssel. Egy Redstone rendszer, ami hangfelismeréssel. Bemész a liftbe, és leszállít oda, ahova. Az élet. Az élet bizony. Puty, 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 puty. Puty, 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 puty. Oké. We good? Fel kell ragasztani a gombokat. Oké, ezt meg kitaláljuk, hogy fel kell ragasztani a gombokat. Oké. Oké, szuper. Itt van valami szilárd belül? Nincs, persze, hogy nincsen. Jézuskának az ereje, hát mi lenne, ha lenne ott valami? Adj. Kedvenc szalagcímű, kijárási korlátozás volt azon az estén, amikor Gulyás Gergelynél vacsorázott Magyar Péter és Varga Judit. Először is ez kikívánkozik belőlem, úgyhogy ezt most el fogom mondani. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy egy ilyen hangfelvétel után a közbeszédben inkább azon vitatkozunk, hogy, tehát, hogy annak ellenére, hogy a családon belüli erőszakot véletlenül sem akarnám, értitek, a fontosságát bagatelizálni. De az, hogy arról vitatkozunk, meg arról megy a beszélgetés nagy része, hogy akkor most mi van ezzel a családon belüli erőszakkal, meg akkor mi a helyzet, meg mit tudom én, és nem pedig az eredeti kiszivárgott beszélgetésről van szó, ami társadalmi szinten egy sokkal súlyosabb dolog, az brut, nem mit, ez az egy családon belüli erőszak és egy beszélgetéssel kapcsolatban, az valami elképesztő. Tehát, hogy az ami teljesen elképesztő, hogy ezen a csonton rágódik mindenki, hogy most ott volt a családon belüli erőszak, amit tényleg nem akarok elbagatelizálni, az borzalmas, és történjen valami, és történhetett volna, és ez csak még egy indok arra, hogy akkor miért nem történt. Az egész ügy annyira elképesztően brutálisan agyvérzést fogok tőle kapni, hogy ez valami hihetetlen. Egy csomó aspektus. És akkor nyilván értitek, tehát, hogy szemreben és nélkül beszélgetnek arról a családon belül erőszak részről, anélkül különböző műsorokban, hogy egyáltalán említenék azt, hogy a kiszivárgott hangfelvételekkel mi van. Nem kiszivárgott, tehát publikált hangfelvételekkel. Olyan ez, mintha az égőházban azon sopánkodnál, hogy betört a körmöd. Yet again, megint csak nem akarom a családon belüli erőszakot egyébként bagatelizálni, de hogy ez a nő ez volt abban a helyzetben, hogy tudott volna valamit tenni a családon belüli erőszakkal adott helyen. Ha valaki tud, akkor ő. És igen, és ez van, hogy gyakorlatilag az egész nyavajás ház lángol. Teljesen egyértelműen maffia módszerekkel tartják kézben az országot. Eddig is tudtuk, ez a baj egyébként ezzel a hangfelvétellel elsősorban, hogy aki, tehát hogy ezt eddig is lehetett tudni, nyilván nem ennyire egyértelműen, de aki tudta, az továbbra, az most már egyértelműbben tudja, aki pedig eddig nem akarta látni, ez a továbbiakban se fogja elhinni. Ez a nagyon nagy probléma amúgy ezzel a dologgal, de hogy ilyen teljes nonsens. Az, ami ezzel kapcsolatban is megy. Illetve hallottam szarvason, ez is kikívánkozik, el kell mesélnem. Beültem egy étterembe, és ott hallottam egy nagyon király teóriát. A kedves két családanya beszélgetett egymással, így evés közben. Vagy hát ilyen üzleteltek valamit, szóval valami üzleti ügyben beszélgettek eredetileg. Hogy ez most azért történik, meg azért robbant ki, és ezt így a külföldi hatalom robbantotta ki Magyarországon, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy a francia elnök éppen háborúba sodorja egész Európát.
A baj. De hát igaza van. Hát igaza van. És ez az egész annyira szürreális, tehát hogy amikor azt mondom, hogy ezért szokás egyébként a teljes kormányoknak lemondania, akkor így nem viccelek, ennél sokkal kevesebbért teljes kormányok mondanak le kultúrált helyeken. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy prominens kormánytagok, vagy nem prominens kormánytagok, de hogy prominens kormánytagok beleszólnak a jogászok munkájába, meg felülírják azt, hogy mit, meg hogyan. És akkor a továbbiakban sem az van, hogy aki értitek. Tehát, hogy még csak az van, hogy még csak nem is tagadják. Értitek? Tehát, hogy még csak nem is mondták, nem is próbálkoztak olyannal, hogy nem tudom, hogy nem igazi a hangfelvétel, vagy nem... Vagy nem jutottál hozzám. Ez is elképzelhető, hogy amúgy próbálkoztak. És közben törvényesítik éppen, amit csináltak. És ráadásul az, hogy törvényesítik, érted? Tehát, hogy ne törvényesítsék. Tehát, hogy... Nyilvánvalóan ne... Ó, Jézus Isten, az van, hogy ez az ország, ez jelenleg ilyen teljes veszett fejszennyel lett. Tehát, hogy... És amúgy értitek, tehát, hogy ez nem feltétlenül az, csak az is kizárólag az itt élő emberek hibája, tehát, hogy azért ez egy módszeresen leépített demokrácia, aminek nagyon könnyű volt a módszeres leépítését végrehajtani, mert alapvetően nincs Magyarországon jó kultúrája a demokráciának. Tehát, hogy emberek nincsenek képben azzal, hogy akkor mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, mit csinálnak, mit nem csinálnak, mi része egy demokratikus döntéshozásnak, hogyan kell ennek történnie. Tehát, hogy alapvetően kulturálisan is hiányzik, szóval ez nálunk egy viszonylag könnyen végrehajtható hat a cáré. És akkor a végén egyébként a két hölgynek a beszélgetésének a vége, a szummázása az így az volt, hogy ők félnek. Ők félnek ettől a háborútól nagyon. Ami egyébként nyilván, tehát hogy értitek, egy háborútól félünk persze, tehát hogy az a rész az így érthető. Nyilvánvalóan a kutya sem akar egy világháborút. Remélem azért itt még nem tartunk, hogy ezt is megtennék, de itt tartunk. Well, good news, bad news. Hát ez hihetetlen. Melyik részed nincs odaragasztva? Ó, azt hiszem, tudom, melyik részed nincs odaragasztva. Oh no. Hát így most potenciálisan... Oké, várjátok, kellenek még lépcsők. És hogy közben tökre nem a... Tehát, hogy közben az van, hogy egy csomószor tökre kerülöm a politikai témákat jelenleg, mert alapvetően egy csomó emberben rossz érzést kelt, és ami egyébként teljesen érthető, egy csomó emberben nem, ami számomra a kevésbé érthető része, amúgy. De hogy közben olyan szintű a probléma Magyarországon, hogy így csak áll az ember és csak így néz, hogy már őszintén felháborodni sem lehet. Tehát értitek, hogy nagyon nehéz úgy felháborodni, erről sokat beszéltem már, hogy közben hetente történik valami major hülyeség. Ekkora, mint ami most történik,
Ilyen azért nem történik hetente. Sokan azt se tudják, hogy mi van. Ez az érzés, egyébként. És hozzá kell tenni, hogy most jelenleg én is inkább az azt se tudják, mi van kategóriába sorolom magamat. Mert amúgy nem olvasom aktívan éppen a híreket, próbálom a mentális állapotomat irányba tartani. Egy országban, ahol egy halom ember tapsol, miközben éppen a demokrácia maradék látszatát is nullára verik, mert egyébként Magyarország nagyon régóta nem demokrácia, teljes oh, wow. Teljesen szigorú meghatározás szerint. Opiék. Hát nem tudom egyébként, én azért alapvetően értem ezt, hogyha rendszerváltás sem volt. Hát végeredményében, ha volt is esetleg bármi, akkor is visszaváltottunk mostanra. Tehát ha volt is valami kezdeményezés rendszerváltásra, visszaváltottunk mostanra. Az megvan, hogy a nyavajás Petőfi filmre hogyan cipelik a diákokat tömegesen? És hogy egyébként valószínűleg a kutyát nem érdekli az a film, ami egyébként valami, nem tudom, szürreális 7,5 milliárdból készült. De hogy tömegesen kötelező jelleggel cipelik a diákokat, és ki kell fizetni a szülőknek. Nagyapám mindig gengszterváltásnak nevezte, elég találó. És egyébként tényleg az. Minek kellett ennyi pénzt klónozták Petőfit? Nézd, alapvetően a filmkészítés egyébként egy drága mulatság. Most amúgy is nagyon fel van, tehát hogy a normális filmkészítési árak is nagyon fel vannak szaladva amúgy. És mivel ha nem fizeti ki, nyilvánvalóan ezt meg lehet valahogy oldani, de hogy általában ugye ilyenkor az van, hogy iskolaidőbe szervezik a mozi látogatást, ami azt jelenti, hogy igazolatlan óra abban az esetben, ha nem nincs ott a gyerek. Osztálypénzből megy, Jézusom, meg is fejelném őket. I mean, really? Az osztálypénz nem erre van. De egyébként az osztálypénz erre van, tehát hogy amúgy az osztálypénz közös programokra van, de nem politikai kampányokra. Az van amúgy, hogy már előre készülök, hogy nekem valószínűleg nagyon sok, tehát hogy vagy, nem tudom, megtátosodunk gazdaságilag és magániskolába jár a gyerek, vagy elköltözünk az országból, és nem feltétlenül kell akkor magániskolába járni a gyereknek, vagy nagyon-nagyon-nagyon sok konfliktusom lesz az oktatási rendszerrel. Tehát, hogy vagy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok problémám lesz, az konfliktusom lesz az oktatási rendszerrel. Ami nem lenne meglepő, mert értitek, de hogy én valószínűleg egy ilyen után már csapkodnám az asztalt nagyon lelkesen. Szuper vidáman. Egyetemig még nincs probléma. Jézus Isten, dehogy nincs. Teljesen használhatatlan az oktatási rendszerünk. Teljesen használhatatlan az oktatási rendszerünk. Nagyon-nagyon komoly probléma van általános iskola elejétől kezdve. Oké, szerintem ez már nem lehet jobban összeragasztva. Teljesen használhatatlan az oktatási rendszerünk amúgy. Óvodától kezdve inkább. Oké. Röfentsük be. Megy az egész lift?
They see me rolling. They hating. Oké, okay, azt hiszem megy az egész lift. És az az igazán vicces amúgy, hogy már nem csak most, tehát hogy értitek, hogy nem csak a mostani generációnak, amikor mi jártunk már akkor is. Ó, oh, sokkal jobb volt, mint most, de hogy már akkor is. Sopronba és onnan jár a gyerek Ausztriába. Hát, vagy mit tudom én. Ausztráliába rögtön, azt kalapkabát a viszontlátás. Jó, elkezdhetjük beprogramozni ezeket a lifteket. Megvan három szintünk. Rózsaszín, sárga, lila. Ott sok a pók. Ja, asszonypajtás nem akar olyan messzire költözni, amúgy. Alsóban, ha szerencséd van és kifogsz egy jó tanítót, akkor még fogjuk rá, hogy oké. Okay. Kb. Felsőtől jönnek a gondok, hogy nincs elég szakos, ilyesmik. Ne, én a továbbiakban sem hiszem, hogy alapvetően az oktatásunk rendszere jó lenne. Ami már elsőskortól abszolút megmutatja a foga fehérjét. Tehát, hogy abszolút nem gyerekközpontú a nulladik perctől az, ami történik. Oké, okay, tehát ez a szint... Ez itt a rózsaszín szint, mert ez a legalsó szint. Rózsaszín. Rózsaszín. Azok ott elméletileg jók. Azokkal nem kell semmit csinálnunk. A kérdés az ez. És ez. Ami meg sötét szürke. Az igazi kérdés az az, amit most meg kell, amire most rá kell jönnöm, hogy melyik oldal melyiket vezérli. Pedig már bezártam a holland tanulásos oldalt. Nekem az volt a fura az osztálypénz, de hogy 11-ben annak jelentős részét a 12-es ballagás elballagására kellett elkölteni, mondván ez hagyomány. Nem tudjátok képzelni, hogy mennyi konfliktusom volt az iskolában, különböző mondván ez hagyomány, és így, de hát hülyeség, és így oké, okay, de hagyomány, és így... Értem, de hülyeség. Oké, okay, szóval akkor a sötét színű jön ide. Mert mint a vizes beton oldal jön ide. És így, de hagyomány, de hát hülyeség. Na, volt egy ilyen visszatérő konfliktus, amivel értem alapvetően a vitát, azt nem értem, hogy ahogy zajlott a vita. Szóval nálunk volt egy szabály, hogy a ballagás, meg a szalagavató, meg tehát a tudjátok, a tánc, meg ezek a dolgok történnek, hogy az egy közeli színházban volt. Nem pedig egy... sportcsarnokban, ahol ugye sokak tartják, hanem egy színházban volt, ami nyilván nagyon-nagyon szép, meg nyilván nagyon-nagyon király, és ez volt egyébként így az érvelés, viszont az osztályok nem fértek el a színpadon rendesen, tehát hogy nem lehetett rendesen koreográfiával dolgozni, mert az osztályok nem fértek el a színpadon, a nézők pedig nem fértek el a nézőtéren. Tehát, hogy nem, nagyon erős limitációk voltak azzal kapcsolatban, hogy hány embert hívhatott per ember. Na várjatok, ez az alsó szint. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős limitációk voltak azzal kapcsolatban, hogy hány embert hívhatott meg mindenki. Tehát nem tudom, maximum 4-5-5. Tehát ilyen szuper keveset. És akkor ebből így nyilván volt ilyen, hogy akkor az volt erre a megoldás, hogy cserélgessetek, akinek nem akar jönni annyi. De hogy például valahol, ahol így nagyobb család van, tehát például nem tudom, azt mondani pajtáséknek, akinek 2 tesója van, majdnem elment a teljes létszám csak arra, hogy a család maga, tehát a közvetlen család, még nagyszülők nélkül a közvetlen család
el tudjon jönni, ami ugye nyilvánvalóan egy ilyen erős probléma, by the way. És akkor ezzel kapcsolatban minden évben volt felháborodás, és akkor nem az volt, hogy akkor egyeztetünk, és nem tudom, elkezdünk dolgozni rajta, nálunk már jó előre volt felháborodás ezen, és nem az volt, hogy így tudjátok, így elkezdünk beszélgetni róla, és akkor hol lehetne más helyszín, mit tudom én, hanem nemes egyszerűséggel hogy ennek így kell kinéznie, viszont akkor azt ki kell cserélnem erre, azt hiszem. Annak eddig is ennek kellett volna lennie. Ó, nem. Annak ennek kell lennie. És ennek kell lennie. És itt akkor, itt ezt nem kell... Nem, itt meg ennek kell lennie. Jó. Szóval, hogy nem volt benne semmilyen kommunikáció, nem volt benne semmilyen partneri együttműködés, hanem az igazgatóság között, hogy ez nem lesz máshol. Kész. Hogy erről így szó sem lehet. Kalapkabát. That's it. És akkor így ennyivel értitek, így el volt. Így le volt, el volt intézve a dolog. És szerintem ez az, ami viszont szerintem nem fér bele. Tehát az, hogyha egy működő demokráciára akarunk nevelni gyerekeket, mert pedig ugye azért akarunk arra nevelni, mert elméletileg egy olyan világba akarjuk ugye kiengedni őket, akkor nem fér bele az, hogy az igazgatóság azt mondja, hogy that's it, és kalapkabát. Én utáltam a gémet, egyetlen osztályprogramon sem vettem részt, így is be kellett fizetnem 4x10 000 forintot, nagyon sok vita volt belőle, konkrétan az igazgatóhoz mentem, és úgy voltam hajlandó befizetni a pénzt, kapzsi osztálytársam anyjának, aki sumákolt is a számlát ad róla az osztályfőnök és a tanáraink ajándékairól, majdnem bíróságig vittem. Az igazgató helyettesek mellém álltak, és nem kellett 4000 forint felé mennem. De durva. Én alapvetően én így rendben voltam, tehát én így így az osztálypénznek a koncepcióját abszolút értettem. És egyébként szerintem a feleségem kezelte. Aki akkor még nem volt a feleségem, de hogy értitek, ő kezelte az osztálypénzt. Tehát, hogy így értitek, az is így valószínűleg számít, hogy abszolút... Ti akarjátok demokráciára nevelni. Ja, értem a különbséget a... Kettő koncepció között. Sajnos abszolút értem, mire gondolsz. Nem, a lifthez megyünk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Most ennyi gombot hoztam. Ez itt az egy, ami egy narancssárga rózsaszín. Jó. És akkor most az a kérdés, hogy most mire van állítva, hogy melyik irányba indul el magától vajon a lift? Ezt lehet, hogy kéne tesztelni. Egyikbe se. Izgi. Narancssárga, rózsaszín.
Tudjátok, mi lenne egy hatalmas kaland, ha nem érne le? De nem, szerintem fölfele, lefele nem lehet hatósugara a jeladónak. Szerintem most jelenleg komoly probléma a tanárokkal, hogy, vagy a tanári, tanárokat tekintve, hogy, hogy azért nagyon sokan elhagyták a pályát. Oké, az vevő. Az vevő. Ez vevő. Szerintetek ez miért nem történt meg? Frekvencia, rózsaszín. Ó, nincsen tanár utánpótlás. Ragasztás a gombokra. Én úgy tudom, hogy nem kell ragasztani a gombokat, de most nem vagyok 100%-ig biztos. Én most egy kicsit félek attól, hogy esetleg range isunk van, mert nem nagyon látok mást, hogy mi lenne. Ami nem azt jelenti, hogy nincsen semmi más, hanem azt jelenti, hogy nem nagyon látok mást. Nekem az a gondolom, hogy sajnos nem elég sokan. Ó, közben fent tudják tartani. És közben azok meg, akik ilyen nagyon, értitek, így nagyon szívvel, lélekkel csinálnak, őket meg szépen lassan legrindolja a rendszer. Szuper, cool. Az vevő, az vevő. Oké, az építéssel itt nem lehet probléma. Mert hogy ez ugye másolva van. Amivel lehet probléma... Mivel lehet probléma? Azon gondolkozom, igen, hogy a frekvencia egy mindegyiknél ugyanaz, de szerintem igen. Tehát, hogy nekem az az érzésem, hogy ellenőriztem ezt. Mindjárt megnézzük megint. A frekvencia egy a narancssárga, a frekvencia kettő a rózsaszín. A frekvencia egy a szürke, annak kell lenni. A frekvencia egy a narancssárga, a frekvencia kettő a rózsaszín. És hogyha ugye itt adna jelet, akkor elméletileg adna az is jelet. Tehát, hogy most az abszolút nem indultunk el rész az, ami aggasztó. Mennyire vicces lenne ez lenne az első olyan játékmechanika Minecraftban, ami nem chunkokban számolja a range-et, hanem konkrétan egy gömbben számolja a range-et, és nemes egyszerűséggel nem ér el idáig a range. Nem, igazából egyáltalán nem lenne vicces. Tud mozogni szabadon a lift? Egyébként szerintem tud. Mert hogy egyébként mozog szabadon a lift. A frekvencia 1, a narancssárga. A frekvencia 2, a rózsaszín. Hmm. 256 blokk rémlik a range-re, ami meg így is jónak kéne lenni amúgy.
Azon gondolkozom, hogy vajon számít-e az, hogy helikopterrel repülök be. Árnyékoltság, hogy annyira nem komplex? Nagyon remélem, hogy annyira nem komplex. Azt kéne még. Nagyon meglepne, ha valaki ilyeneket csinálna egy modpackben. Narancssárga. Rózsaszín. Metrósin leárnyékol. Hát meg a felette lévő nem tudom mennyi kő. A valóságban el tudom képzelni, hogy hogy árnyékolná ez a dolog egyébként. Nyilván nem véletlenül nem húzunk mindenhova csak simán vezeték nélküli hálózatokat. Hanem vannak helyek, ahol ennél bonyolultabb dolgokat kell használnunk. Itt ennek kéne történni egyáltalán? Nem. Szerintem itt erre a rózsaszínre van szükség. Oké, okay, jó, itt ez nem volt jó eddig. És akkor most a következő kérdés, hogy most már szerintem az történik, mert ugye kimarad a lock, annak kint kell maradnia. Az vissza, oké, okay, most az történik, aminek... Nem indul el a lift, az biztos. Oké, nézzük meg, hogy kézzel tudjuk-e. Rakhatnál ebbe a terembe valami jobb világítást, az biztos egyébként. Az jó rózsaszín? Igen. Igen, szerintem a por alapú festék az, vagy a por alapú beton az, amelyiknek a jó irányba kell mennie. Oké. Okay. Igen, mert az ugye azt továbbítja, hogy... Oh. Well. About that. Yes, ez egy probléma. Ögy. Ez valószínűleg sokat fog segíteni. Nem. Az, hogy a por alapú színek, tehát az emeletnek a...
Az emeletnek a poralapú színváltozata az megy, az érzékeli, hogy megérkezett a lift. A szilárd alapú változata érzékeli, hogy elhaladt a lift. Azt hiszem. Mert ugye ez két külön rendszer, és most ez így lett bekötve, meg lehetne cserélni, nem számít. Igazán, szerintem ezt meg lehet jegyezni, hogy melyik, ami ettől függetlenül nyilván össze fogom keverni egy párszor. Halló? De hát nem nyomom a shiftet. That's great. Rossz az irány. Mert ugye alapvetően most úgy van, most leg... Hol kéne lennie? Hát tökre nem ott. Oké, de legalább elindult. Tehát ez fontos. Ez már a stratoszféra? Itt már nagyon dolgozunk ahhoz, hogy egy űrliftet építhessünk fel a magasba. Most felfele ment a lift, egyébként szerintem túl gyorsan, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Ugye fönt most jelenleg nincsen rendszerünk arra, hogy megállítsuk a liftet, majd lesz, és akkor majd azzal kitalálunk valamit. Most ugye az kéne, hogy lefele menjen a lift. Az, hogy ment valamilyen irányba, az már egész jó. Mi? Miért? Ez most megfordult? Miért fordult meg az előbb? Ó, lehet, hogy gombokat nyomogattam véletlenül. Igen, a távirányító gombokat nyomogattam. De jó, hogy lehet távirányítóval kezelni a liftet, lehet, hogy ezt a feature-t meghagyom. Felső végállás kapcsoló megvan? Nincs predrog. Nincsen felső végállás kapcsolónk, alsó végállás kapcsolónk van jelenleg. Felső végállás kapcsolónk még nincsen. Elméletileg ennek most ott kéne lennie, ahol lennie kéne. És elméletileg, ha most megnyomjuk az első szint gombját, ami a nulladik esetünkben, akkor nem kéne elindulni a liftnek. Itt most az történt, aminek történnie kellett. Minek felső végállás kapcsoló határa csillagos ég? I don't know about that. Jó, ez akkor itt így elméletileg jó lenne. Jöhet a következő emelet, és akkor megpróbáljuk ennek a mintájára megcsinálni a következő emeletet is. Csak azokkal a színekkel. A következő emelet az a sárga szín, ugyebár. A többinek elméletileg jónak kéne lennie. Az ott a sárga por, az ott a sárga fix. Jó, azok is jó helyen vannak.
Az alsó a kék szín? Nem, az alsó a rózsaszín. Úgyhogy nem erüljön fel a kérdés, ez a Duna Plaza parkolója. Emlékeztek, amikor ide akartam építeni egy létrát? Yeah, I did not do that. Yet. Úgyhogy beossanunk helikopterrel. Oké, akkor tudjuk erről, hogy ez a sötét szürke sárga por. Frekvencia 1. Sárga por. Tudjuk erről, hogy ez a sötét szürke sárga beton. És akkor most már csak az emelet jelzőket kell kicserélnünk. Többek között. Tök menő rakétasiló lehetett volna ebből a lyukból, erre tettünk bele egy liftet. Lehet, hogy lifttel akarjuk felvinni a rakétán. Oké, okay, egy kicsit itt, ez így egy kicsit kellemetlen. Piros-sárga. Nem emlékszem pontosan, hogy a piros és a sárga közül melyik-melyik, szóval ezzel majd még lesznek kérdéseink a későbbiekben. De ami fontosabb, az az, hogy ugyanaz legyen mindenhol, mert ugyanúgy meg tudjuk beszélni, hogy a sárga visz fel, és a piros le, mint azt, hogy a piros visz fel, és a sárga lesz, szóval we good. Oké, okay, akkor kicseréljük azt ott. Ezt kicseréltem annak rendje és módja szerint. Ebbe bele fogok halni ebbe a kalandba. Jó, az még ez a szín, és azt hiszem az összes többi az a default színben jó. Oké, okay, ez egy szuper kaland volt, ide építhetnénk valami lépcsőt inkább, vagy ilyesmit. Az ágy szintén nincs nálam, de azt hiszem valahol itt aludtunk. És akkor beüzemeljük a második kapcsolót. Vagyis a második gombot. Szia Kati! Ez van ezekkel a szabadság előtti utolsó napokkal, hogy az emberek dolgozni akarnak. Hirtelen eszükbe jutott, hogy 1 millió dolgot még el kéne intézniük, és ha az 1 millió dolog nem lesz elintézve, akkor nem intéznek el, érted, akkor... Akkor nem pihenhetnek nyugodtan. A lehető legjobb helyen van a lift egyébként ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A lehető legjobb helyen van, srácok. Meg ahhoz, hogy ezt beállítsuk. A lehető legjobb helyen van. Tehát ha valahol effektíven nincs hely, az ez. Szia Robin! Te is akarsz még dolgozni így az utolsó nap? Mármint én streamelek holnap is, szóval félreértés ne essék, én holnap délután is fogok streamelni, srácok. Hát ez még jobb. Oké, semmi baj. Oké, ez már egy kicsit baj. Erre akár gondolhatott is volna Kent. Tedd rá a listára. Tedd rá a listára az összes többi dologgal, amire akár gondolhattam is volna. Nem lesz egy rövid lista. Abban biztos lehetsz. Oké, okay, szerintem ez így jó. Ez rossz oldal.
Nyilván az összes többi oldalon le tudok egyébként ereszkedni, csak azon az egy oldalon nem, ahol a gombok vannak. Oké. Okay. Jó az irány. Abszolút jó az irány, srácok. Ez nagyon jó jel. Tökéletes. Számítva azt, hogy egy blokkal följebb vagyunk, mint kéne lennünk. Szerintem ez sebességi sú. Túl gyors a lift, azért csúszott tovább. Szerintem csak lejjebb raknám az érzékelőt, nem, mert nem egy vonalban vannak a... Nem egy vonalban van az érzékelő, meg a lift. Ami azt jelenti, hogy... És az előbb egy vonalban voltak. Ami azt jelenti, hogy nem konzisztens az, hogy mennyivel. Kérdés, hogyha tényleg egy vonalban voltak, és én úgy emlékszem, hogy egy vonalban voltak, akkor ez a helyzet, hogy akkor nem konzisztens az elcsúszás mértéke, és akkor azt nem fog tudni azzal javítani, hogy arrébb rakod máshova. Vájdó. Miért felfele megyünk? Nos. Emlékszel a listára, ahol olyan dolgokat sorolunk fel, amire elszámíthattam volna? Megvan, minden legyen rendben van, megvan, minden, megvan, megvan, megvan. Sajnálom, a lista már eléggé tele van. Mitől kéne, hogy is kéne tudnia? A redstone alatt kéne, ha redstone alatt van... Azon gondolkozom, hogy ez a piros és a sárga felcserélésének is súlya, vagy valami más is sú. Nem segít annyit egyébként, hogy nem az építés után építettem azonnal, mert ugye így most vissza kell gyakorlatilag néha kicsit fejtenem a saját gondolatmenetemben a különböző időzítéseket a liftnél, meg hogy működik. Úgyhogy vagy az van, hogy fel kell cserélnünk a pirost és a sárgát. Vagy ez... Ezt teljesen rosszul alakítottam át. Ezt teljesen rosszul alakítottam át. Oké, most jelenleg az a feltételezésünk ugye... Hogy... hogy a piros megy felfelé, ugye? Azt hiszem az a feltételezésünk. Nekem ez a feltételezésem. Oké. Okay. Nem. Nem. Ha az a feltételezésünk, hogy a piros miatt megy fölfele, akkor ide mindenképpen sárga kell. Ami jó, mert akkor ezt most tesztelhetjük is ezzel egy lendületben. És akkor ha most megnyomjuk a gombot, akkor elméletileg akárhol vagyunk,
Akkor... ha megnyomjuk a gombot, amit meg tudunk nyomni innen is. Akkor elmentek, akárhol vagyunk. Lefele kéne mennie a cuccnak, de nem megy lefele. Úgyhogy valószínűleg a piros lesz a lefele. Próbáljuk meg a pirossal. That's strange. Az egyikkel sem jó. Oké, ez nem volt ennyire egyszerű. Nem kellene vevőt adót állítani a lift oldalán. Nem. Szerintem a lift oldalán most nem kell. Most nem kell cserélni. Nem, ennek tudnia kéne ebből, hogy lefele kell jönnie abban az esetben, ha a piros átirányítaná le. Feel you, bro. Valami volt a végállásoknál. Megcsináltam most már elméletek azt a valamit, ami volt a végállásoknál. Nem vagyok benne 100%-ig biztos. Ugye az van, hogy azon a végállásoknál, hogy tudjuk, hogy az utolsó szintnél akármi történik, akárhol van a lift, lefele kell menni. Tehát ez egyszerű, ott nem kell memorizálni, hogy merre kell menni. Mert ugye ez gyakorlatilag egy memória, ami megjegyzi azt, hogy merre kell menni. Picit, mintha feszült lenne Viktor. Feszültebb, mint az Elden Ringben. Egyébként nekem is ez az érzésem. Ezzel tudok azonosulni. Feszültebbnek érzem magamat most ekközben a projekt közben, mint az Elden Rings közben éreztem. Percet se féljetek, srácok. Én ezt most viszont itt ki fogom találni, hogy ez így hogy működhet. Melyiket állítja. A sárga állítja át lefelé, és a piros hozza felfelé. A sárga állítja át lefelé, és a piros hozza felfelé. Ha a sárga kap jelet, lefele megy, ha a piros kap jelet, felfele jön. Jó. A sárga akkor lefele, piros felfele. Jó, akkor jól feltételeztük, hogy ennek így kéne működnie. Van egy olyas ágyunk, ott van. Sárga le, piros fel, ez biztos.
Sárga le, piros fel. Sárga le, piros fel. Az jó. Ez jó, mert ez azt csinálja, amit szeretnénk, hogy csináljon. Táblára írt ki lent. Szerintem most éppen rendben vagyunk, mert a távirányító megjegyzi, mert ugye a távirányítón pont a sárga a lefele, szóval ha meg akarom nézni, akkor a sárga a lefele, a piros a felfele. Nem lehet nevezett itemet rakni? Nem tudom. Tényleg nem tudom egyébként. Nem értek hozzá sajnos eléggé. De nem igazán érzem azt, hogy akarom bonyolítani most az életemet, mert ugye nem feltétlenül akarunk. Ja, hogy úgy érted, hogy átnevezünk valamit fel meg lenek. Akkor ez most itt biztos, hogy nem jó. Így biztos, hogy jó. Oh, megvan. Cool. Ezen egy pillanatra elgondolkoztam, hogy itt most vajon mi történt. Szerintem szerver. Szerintem ez szerver issue. Megyünk, futunk egy kört. Tökéletes. Következő kérdés, hogy miért nem indul el? Tehát, itt van a tester távirányítónk. Tester Eszter. Amin a baloldali gomb az az első szint. Kiadja az irányt. Ó, oh, most megnyomtam véletlenül egy gombot. Egy. Tökéletes. Tökéletes. It's super fine. Ami a Super Earth-nek a fine-ja. Oké, okay, akkor ezekkel az emeletekkel, amikkel jelenleg rendelkezünk, itt most tudunk tesztelni. Rég voltnak már betegek eszterék. Meg ő most izé, suliba is jár, meg mint hogy tanul, azt nem tudom, hogy fizikailag bejár-e. Úgyhogy ő neki most jó sok dolga van, az biztos. Két gyerek és munka mellett még képezni magadat, az két kisgyerek és munka mellett képezni magad, az azért nagyon-nagyon szép teljesítmény. Úgyhogy azt hiszem, ő most igazoltan van távol. Sort of. Oké, okay, jön felfele a lift, srácok. Jézusom, micsoda magasságaink vannak amúgy. Perfect. Megy lefele a lift. Megy felfele a lift. Ez két jól működő emeletet jelent. Nem tudom, hogy a streamben az mennyire jön át, mert ez lehet, hogy már bitráta a témában, lehet, hogy ez már elveszik, de hogy a kötélen lehet látni, hogy áll-e vagy mozog. Amit a kutya nem kérdezett, de hogy én megosztottam veletek így is. 2,5 óra per 2 emelet, de ez nem baj, Connor, mert a többi emelet már gyorsabb lesz. Fogadjunk, hogy a harmadik emeletet így most azonnal megcsinálom jól. Ez egy nagyon bátor fogadás, Jézus Isten. Oké, ez egy nagy... Oh God, no. Connor meg benne van. Viktor, miért teszed ezt magaddal? Oké, mi a harmadik? Turo Rudi. Oké, Turo Rudi. Turo Rudiban fogadunk. Óriás Turo Rudi. Pöttyös. Az én részemről. Én tanúskodom, ha kell. Thank you. Nyilván tudjuk, hogy tanúskodsz. Nyilván! Oké, okay, semmi baj. Csak meg kell csinálnom úgy, hogy elsőre jó legyen. Easy.
Oké, most nagyon át kell gondolnom a dolgokat. Át kell gondolni a dolgokat. Narancssárga. Lila. Napi pozitív gondolatmenet. Felvettek az állam munkahelyemre, és jövő héttel már ott fogok dolgozni. Oh, wow, ez nagyon menő. Gratulálunk! Igen, ez most már tétre megy ez az építkezés. Ettől függetlenül neked gratulálunk, csak most tétre megy épp az építkezés. Oké. Okay. Lemegyünk. Beállítjuk. Elsőre. Jó lesz. Oda megyünk. Bum, bum, bum. Kész lesz. Jó lesz. Minden legnagyobb rendben van. Miért tűnik a lila kéknek? Rá se ráncsunk. Ha nem volt eléggé stresszes, dobtunk rá még egy lapáttal. Az a helyzet, hogy egyébként tudom, hogy csak Túró Rudiban fogadtunk, de én most konkrétan stresszes vagyok emiatt. Mert itt, hogy így növelte, így a, növelte a feszkót. De semmi baj, mert kiszortolt... Kéne hozni lávát. Hozok lávát. Abban nem egyeztünk meg, hogy időben kell csinálnom a dolgot, úgyhogy van időm elmenni láváért. Meg egyébként Connor se akarná valószínűleg azt, hogy lemaradjunk a gödör alján, mert annyira arra koncentrálok, hogy... Nem, ez szerintem egyértelműen együtt dobtuk. Abszolút az én számból, ha... Azt senki nem akarná. Mire innen kimászunk, srácok? Azt senki, azt tényleg senki nem akarná. Na, viszont lerakok egy pár cuccot, mert ez nem állapot, nagyon, nagyon frusztrál lesz, hogy megint tele van az inventorim. Ezt például leraktam becsülettel. Tum, 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 tum. És este Stardew Valley stream. Ó, meg srácok, most mondom, mert lehet, hogy most arányaiban sokan vagytok itt. Este nyereményjáték sorsolás. Úgyhogy este érdemes, akkor a sorsoláson ma itt kell lenni. Ez most az a fajta sorsolás, srácok. Amin itt kell lenni. Úgyhogy... úgyhogy itt most ezt nem lehet ellébet szólni. A végén itt kell lenni, mert írni kell ügyesen. De... De értitek, attól még ugyanúgy sorsolás. És nem kell, ha mondjuk valaki a Stardew Valley-t pont nem szereti, mert ugye azt tudom, hogy ez egy ilyen, értitek, egy ilyen chillesebb, nyugisabb dolog. Akkor csak a végén kell ott lenni amúgy. BGK betyár, köszi szépen a 49 hónapot, nagyon király vagy. Oké, az üveg az most nem kell már, a többi kell. Jézus Isten, a többi mind kellhet. Nem kell feltétlenül, csak kellhet. A polgi alsónadrágja. Egyébként azt hiszem a mai streamben már feljött. Szóval ugye az van a Stardew Valley-vel, hogy megjött az új 1.6-os update múlt héten, és az most már 1.6.3-nál tart, ilyen bugfixekkel, meg ilyenekkel. Úgyhogy most egy teljesen újat indítottunk az új farmon egyébként. Szia Dan! Mi a helyzet? Statikus rajzoló Békés Csaba a legnagyobb cégénél rengeteg hatalmas építkezést ők csinálnak, szóval számomra egy hatalmas megtiszteltetés, mert ez nem egy kis cég, és én még nagyon kezdő vagyok. Ez nagyon menő. Sok sikert egyébként, Viki, sok sikert. Ó, és képzeljétek el! Ez most egy nagyon D&D-s időszak lesz. Képzeljétek el, most a hétvégén én fogok mesélni D&D-t. Még nem készültem rá semmit, úgyhogy majd valamit ki kell tenni, mert most fight-ot szeretnék nekik csinálni, és ennek a balanszolásával azért érdemes egy kicsit többet foglalkozni, mint amennyit egy sztori... Szóval értitek? És aztán jövő héten pedig jön a bátyám haza Magyarországra, és közösen fogunk D&D-zni. És ő mesél, ott ő fog mesélni nekünk.
konkrétan szülinapomra kapom egy magas szintű one shotot, szóval addigra még össze kell raknom egy, azt hiszem, egy 14-es szintű karakter, aki teljesen biztos, hogy Warforged lesz, és megpróbálok megvalósítani valami ilyen ilyen harc, tehát hogy valami melee plusz caster kombót, hogy tudjon kasztolni is, de tudjon melee-ben is, tehát hogy alapvetően melee orientált legyen, és körülbelül majd kitalálom, hogy mik lesznek majd azok, amikkel operálok, mert most elgondolkoztam azon is, hogy ugye vannak bizonyos spellek, amiket, vagy cantrippek, bizonyos spellek, szóval van egy feat, amivel fel tudunk venni bizonyos spelleket, de az csak bizonyos spellek. Na mindegy, majd kitalálom. Vörös törpe all over again. Nem vagyok soha vörös törpe. A Paladin Sorcerer-en nagyon gondolkozom egyébként, igen. A Paladin Sorcerer-en nagyon gondolkozom. Azon nagyon-nagyon gondolkozom, igen. Meg amin gondolkozom még nagyon, az... A Paladinon önmagában, tehát hogy a Paladinon önmagában nagyon gondolkozom, egy Warforged Paladin. Bladesinger Wizard, ezt nem is vágom, ezt felírom. Bladesinger Wizard. Ó, leállt a felvétel. Mindegy, ha minden jól megy, akkor úgysem kell. És nem tudom, mikor állt le. Van shotban kik lesznek most a pajtik? Viki, Balázs, asszonypajtás öccse. Huntert hívtam, ő valószínűleg nem jön. Oké, szóval ott tartottunk, hogy elsőre sikerülnie kell. Beállítottam az emeleten a lila, ez a lila emelet. Ugye? Lila emelet, ami azt jelenti, hogy lila égni. És akkor most lent be kell állítanunk a dolgokat. Jó helyre, amit be kell állítanunk, az ugye nyilván, hogy jó irányba induljon el, és hogy jól legyen beállítva az emelet megállítás. Itt ugye ezek azok, amik általában rosszak szoktak lenni. Hextech Warlock Sorcerer kombón is gondolkoztam egyébként. Az sem hangzik rosszul. Oké, első emelet. Nem, az első emelet ott van, ez itt akkor a megfelelő emelet. Egyesbe a szürke, kettesbe a lila por. A por, ugye? A por. Másik oldal. Egyesbe a szürke. Hol a szürke? Ott a szürke. Ez milyen szerkezet? Ez egy lift. Egy egész okos lift. Egyesbe a szürke. Kettesben a lila sötét színű. Ez a lila. Ide kerül a lila beton, ami kijön a lila vizezett beton. Ugye ez itt vizezett? Aha, az ott vizezett. És akkor elméletileg már csak a föld meg a let kell ellenőriznem, hogy az jó helyen van-e. Clearly not. Várjatok, de... Hogyha... ez jel alatt van, akkor kell lefele mennie. Oké, akkor ez jó helyen van. És ezen a szinten pedig viszonylag egyértelműen még nem ezt használjuk. Nem ezt a frekvenciát. Oké. Jó, ami még szükséges, hogy minden
vevő az vevő legyen, és minden adó az adó legyen. Oké, minden vevő vevő, minden adó adó. Még egyet kell átállítanunk. Ezt. Az indítás, leállítás az most jó, elméletileg. A felle az most jó, elméletileg. Szürke az narancssárga lila, a szürke lila, az narancssárga lila. Kettő fogadó van narancssárga lilán, kettő fogadó van szürke lilán. Kettő fogadó van narancssárga sárgán, kettő fogadó van szürke sárgán. Oké, akkor először is a teszthez be fogjuk állítani. Ezt fogom átállítani lilára. Viszont az van, hogy ilyenkor mi van? A lilánál kell majd ellenőriznünk, és az nem jó. I have you covered. Szerintem ezek rosszul vannak. Eszter, köszi szépen az 50 hónapot, pont most beszélgettünk rólad. Megidéztük Esztert! Nagyon szépen köszönöm az 50 hónapot. Mi a helyzet? Hogy vagytok? Szerintem ez nem jó. Akkor kell fölfele indulnia, ha az az adott emelet még nincs elérve. Szerintem ezeket meg kell fordítanunk. És akkor kell lefele mennie. What? Nem. Majdnem szörnyű hibát vétettem. Remélem csak jót. Jól vagyunk, Szabin vagyok. Jót. Abszolút jót. Igen, mert most fölfele kell elindulnia. Conorral fogadtunk, hogy meg tudok csinálni egy emeletet első próbálkozásra. Úgyhogy most ilyen high stress environment lift építés történik éppen egyébként. Oké. Okay. Conor, részedről megfelelően tesznek az, ha lifttel tesztelek, hogy távirányítóval tesztelek, nem a liftben lévő gombbal. Elméletileg működnie kéne mind a kettővel. Illetve utána letesztelem azzal is, de hogy először csak itt távolról nézem. Na, fogadjunk, hogy Conor már nincs itt és nem tudja megírni. Abszolút! Oké, okay, nagyon jó. Oké. Okay. Jobb klik. Oké. Shit. Mert az a helyzet, hogy ez szerintem az én programozás, tehát az én részem szerintem jó a dologban. Ami nem jó a dologban, az viszont valami nem jó a dologban. Na ilyenkor mi van, Conor? Most melyikünk nyert? Mert technikailag a bekódolása az emeletnek jó, de valamilyen oknál fogva még most is ugrik egyet, ami egyébként szerintem továbbiakban is sebességkérdés. Én mind a kettő opcióban benne vagyok, abban is, hogyha te nyersz, meg abban is, hogyha én. Mert a bekódolás jó volt, a lift sebesség beállítását. Valószínűleg szerintem lassabb liftet bír a szerver. Az előbb is ugrált, csak azt hittem, hogy sikerült beállítanunk jól. Mm.
Win-win. Vesz mindenki magának egy óriást, és jó ízűen elfogyasztja. I'm good. I'm good with that. Viszont annak nem örülök, hogy lassítani kell a liftet, mert hogy ennek az lenne a lényege, hogy gyors legyen. Viszont ha konzisztensen túlszalad, tehát ha folyamatosan túlszalad, akkor igazából tényleg csak arrébb kell raknunk a jeladót. Vajon most csak átver egyébként? Tehát, hogy vajon most csak átver azzal, hogy jó, vagy tényleg jó? 92-es sebességgel nem volt baj, de pont az előbb volt vele baj. Azért cseréltem át. Miért nem... Belebeszélés üzenet, egy pillanat. Előbb leírtam, de rájöttem, hogy inkább pontot kéne költenem rá. Breaking news, Neuralink-et ültetett be magának egy magyar közepesen ismert videós, akit zavart, hogy sok gombot kell használni a Minecraftban. Ezzel a megoldással csak rá kell gondolni az emeletre, és a lift oda viszi játékon belül. Yes. Yes. Jézus, legutoljára akkor néztetek, amikor kijött a kaladozások a paradicsomban. Ó, Jézus Isten, az nem most történt. Na, mi a baj szerintetek anyavajás gombokkal? Ó, oh, szerver is sunk van szerintem. Remélem. Azt mondod, hogy a hiba a számítógép és a szék között van? Vagy hát az egér és a billentyűzet és a szék között? Szerver is sunk volt. Milyen cool, hogy ez a lift szépen lejött ide a lávába. Lávába le. Gyorsabb ez, mint a helikopter. Egy kicsit... Oké, ez kalandos volt, ebbe egy kicsit útközben belehaltunk. Sose tudom meg, hogy a sebességet lehet állítani messziről. Szerintem nem, Predrog. Nem, szerintem azt csak ott lehet manuálisan állítani. Szóval, a server lag az...
Az nem tesz különösebben jót ennek a liftnek, azt kell, hogy mondjam nektek. Sőt, a szerver lak kifejezetten nem tesz jót ennek a liftnek. Na ez viszont baj. Lehet, hogy nem gyorsabb, de ezt legalább nem hagyod el. Kivétel, ha mégis elhagyod. Oké, a szerver laggal kapcsolatban vannak kérdéseim, hogy mit tudunk tenni. Mármint, hogy értitek, hogy így mit tudunk tenni. Van egy ötletem, ami egy kicsit ilyen koholt megoldásnak tűnik. Meg tudjuk csinálni azt, hogy a liftakna alját kirakjuk vízzel, csinálunk egy liftet, és csinálunk egy lépcsőt, ami felvisz az egyes szintre. Dupla padló a liftnek? Dupla a padlója. Szerintem egy ilyen szerverlagot nem fogsz megúszni azzal, hogy a padlóval mizu. Szerintem nem fogsz megúszni egy dupla lagot, vagy egy lagot fallal. Gettó megoldás! Létre kéne az első emeletre, hogy autentikusabb legyen. Oké, őszinte leszek, arra nem gondoltam, hogy építek egy fantasztikus design, lift designt, és aztán a videójáték azt mondja, hogy bikkamakka. Ez most egy kicsit elvette a kedvemet az élettől, not gonna lie. Ennyi az idő. Lehet, hogy inkább megyek is giroszt tenni. Egy másik lift, ami elvisz ez a lifthez. Nem veszitek ti komolyan az én fájdalmamat, az a nagy helyzet. De amúgy hozzá kell tenni, csak csendben, hogy jó helyre érkezett. Tehát, hogy ott van a lift, ahol lennie kell a liftnek. Én mikam akár számítottam fantasztikus liftre, viszont nem. Pedig van egy fantasztikus lift dizájnom, de az élet nem akarja. Vagyis hát a szerver nem akarja. Az élet a szerveren nem akarja. Valami nem akarja. És egyébként ráadásul azóta ilyen... Ezek szerverlagok vagy játékoldali lagok? Mert a kliens oldali lagok az még jobb. Évek óta nem sikerült elkapnom élőben egy streamet, de mivel az utóbbi időben nagyon rácsúsztam a Helldivers streamekre, úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy támogassalak. Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És jaj, nagyon szépen köszönöm a T2-es szabot. Nagyon-nagyon király vagy. Előbb-utóbb meg fogom csinálni YouTube-on, és akkor tudod majd YouTube-on is csinálni a dolgot. Vájdó. Oké. Mostában a számítógépen vacakolt, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ez most nem szerver oldali. Simán el tudom képzelni, hogy ez nem szerver oldali. Azt hallanátok kéne, hogy a hűtése hogy megy egyébként Helldivers közben, főleg a kitöltés alatt. Ami teljes nonsense, hogy miért pont akkor. Oké. Szóval, működik a lift, ezt tudjuk. De közben lehet, hogy lecserélem egy nyomajás buborékos liftre. Csak az a baj, hogy a buborékos liftet nehéz úgy megépíteni, hogy akármelyik emeleten ki tudsz szállni. 10 éves spirito, upgrade van. Nagyon szeretem a számítógépet. Egyébként nem 10 éves, de van vagy 6. Tehát, hogy 6 éves van, 7. Ami amúgy elég durva. By the way. Mármint, hogy ez szerintem egyébként elég durva. Már iskolás lenne, ha gyerek lenne. Te lennél már iskolás, ha gyerek lennél. Oké, nem fogok hazudni, srácok. Egy
egy kicsit jobban tilt el az, hogy átlagolunk a liftnek a falán, mint az, hogy az Elden Ringben mivel ragyon. Mert az Elden Ringben, ott nyilván értitek, ott tudom, hogy ezért érkezünk. Ott így gyakorlatilag ez a szórakozás forrása. De itt csak azt szeretném, ha lenne egy liftem. Ez kinda igaz, hogy Kati iskolás lenne, a gyerek lenne. Meg az Elden Ringben van sikerélmény. Én szerintem itt is van sikerélmény, tehát én úgy érzem, hogy itt is van sikerélmény. Ezt szeretném leszögezni, hogy szerintem ez a lift egyébként fantasztikusan működik, csak meghaladja a játék technológiai kereteit. Elden Ringben szopás az elvárt eredmény. Itt nem. Ez van, hogy itt nem ez az elvárt eredmény. Az Elden Ringben azt várjuk, hogy kikapunk, és aztán meglepődünk, ha nem. De itt nem ez a mentális state. Csaba, tesztelje le. Azért itt van még egyszer. Nézze csak meg mindenki, hogyan glitchelünk át a falon, essünk le a liftaknába, és halunk meg az alján. Egyébként minden az elvártnak megfelelően dolgozik, működik. Ha valóságban átglitchelnénk egy liftnek az alján, valószínűleg meghalnánk a liftaknában. Szerintem én zárját adnék zuhanás közben. Egyébként sanszosan lefejelnél valamit út közben, úgyhogy... Ez a lift olyan, mint a virág a fúró. Készen van, működik, csak useless. Te vagy a useless. Az a fúró, az tök hasznos volt. They see me roll. De mennyire menő már, amikor működik? Tehát, hogy mennyire menő már, amikor működik? És egy leheletnyivel gyorsabb, mint a quadcopter. Nem azt mondom, hogy annyira gyors, mint szeretném, de egy leheletnyivel... Ezért kell slime-mal kibélelni a liftaknet. Itt nem verhetjük be a fejünket közben. Upgrade-et követel a nép lassan. Milyen upgrade-et követel a nép? Nem, mint hogy milyen upgrade-et. Oh. Csak arra kell figyelni, hogy néha újraindítjuk a játékot. És akkor nem glitchel. Mondtam én, inkább egy répaszökőkút, mint ez a lift. A répaszökőkút csak és kizárólag annyival volt jobb, mint ez a lift, hogy nem hallhattunk bele. Csak és kizárólag, ami mondjuk egy szignifikáns javulás. Látjátok? Absolutely perfect! Tökéletesen működik. Emeletet választunk. Gyorsabb? Nem. Veszélyesebb? Igen. Meghalhatunk? Igen. Már is egyértelmű a választás. Ez egy nagyon jó szerkezet! Csak egy kicsit belehalhatunk. Ó, nézzétek, milyen viccesen néz ki itt, amikor így ebből egy sok van. De közben értitek? Közben így kinda sorta működik, csak akkor van egy kis probléma, amikor... Amikor nem. Én szerintem egy nagyon jó megoldás lenne a liftakna aljára vizet tenni, és egy létrával ki lehetne mászni a földszintre. És akkor a legrosszabb, ami történt, hogy elindulunk a 10. emeletre, és a földszinten találjuk magunkat. Ami egyébként nem egy annyira rossz dolog. Tudjátok, hogy miért nem esünk át a legalsó szinten? Szerintem azért nem esünk át, mert stabil, fix blokk van egészen a bedrockig. Menet közben tudsz másik gombot nyomni? Szerintem nem.
Szerintem nem. Tudunk menet közben másik gombot nyomni? Most érkeztem, meg tudná valaki mondani, hogy miért van lyuk a lift padlóján? Meg. Átglitchelt a quadcopterem egyszer, és azon a lyukon keresztül szedtem ki. És azóta azon a lyukon keresztül mászok ki. Amihez nem kell feltétlenül. Meg! És ott már ott is a link! Azt a linket, azt a klipet azért nézd meg! Azt a klipet nézd meg! Kellene egy lift hívó blokk legalulra. Ó, lesz lift hívó gomb minden emeleten, hát minden emeletre kell. És amúgy ez a legalsó szint egy használt szint lesz, szóval teljesen rendben van. Szia, Azar! Tök jól működik a lift, kivétel akkor, amikor meghalunk miatta. Én az van, srácok, hogy én nekem nagyon tetszik ez a lift. Kicsit magasabb a riskje, mint eddig volt. A risk. Ami viszont nem egy annyira, értitek. Miben legyen az emeletre kivezető út? Az adott emeletnek az anyagából? Igen, szerintem igen. Durja hozzáállása tetszik a legjobban. Nem lift az, amiben nem lehet meghalni. Teljesen igaz. Na és akkor most jön az, hogy még egy emeletet építünk, vagy hát ma már nem építünk még egy emeletet egyébként, de hogy bekötjük a liftet a felszínre is. Értitek? Tehát, hogy így el lehet majd így le lehet vele jönni, és aztán vissza lehet menni a felszínre. Mert ugye ez most egyenlőre ez a lift, ez csak a lyukon belül közlekedik. És ez úgy fog megtörténni, hogy építünk onnan egy utat, és aztán építünk egy kört, aztán annyi. A lyuknak lesz amúgy teteje? Nem. Nem tervezek a lyuknak amúgy tetőt, mert az a terv, hogy arra fele így kilóghatnak dolgok, ha ki akarnak lógni. Igaz, a valódi liftekben is meg lehet halni, csak kicsit jobbak az esélyeink a túlélésre. Nem tudjuk egyébként, hogy milyenek az esélyeink. Tehát, hogy ez majd a számok hosszú távon lehet, hogy kisimulnak, és lehet, hogy pont ugyanannyi lesz az esélye, mint a valóságban. Az a kérdés, hogy a lift az koppan-e az alján, vagy valami folytán leesel, és valaki rád hívja, és agyon nyom. Ez egy jó kérdés. Ha pont az első szintre tartunk, miközben átesünk a liften, akkor valószínűleg sietősen kell kimásznunk a liftaknából. De ez a valóságban is így lenne. Mert mint érted, kiesel a lift alján, akkor nyilvánvalóan a lift jön a továbbiakban. Mondjuk a valóságban nem a világ legalján van a lift alja. Sima liftben haltál már meg? Ha nem, akkor nem fog kisimulni. Nem, de nem csak rám nézve nézzük ezt a statisztikát, hanem az emberiségre nézve. Haltak-e már meg mások sima liftben? Amire a válasz viszont az, hogy igen. Nem mondhatod, hogy nem. Arra a válasz az, hogy igen. Haltak már meg mások sima liftben. Használat közben. Én speciál a szerencsésebbek között vagyok. Ugyebár. Statisztikailag meglehetősen kevesen. Ez így van, Predrog. De ez már kisimulhat. Tehát, hogy lehet, hogy mostantól soha többet nem halunk meg a liftben? Jó, de haltak már meg emberek a számítógépük előtt ülve Minecraftozás közben is. És ez hol releváns abban, hogy a liftünk statisztikái hogy alakulnak. Meg tudod-e nekem mondani, Predrog, hogy ez hogyan releváns abban, hogy a liftünk statisztikái hogy alakulnak? Tudod mit, Viktor, én megadom neked ezt a pontot, igazad van. Figyellek ám, Azar. Figyellek. Zsum. Naofel Zsiborac. Ez az eredeti neved? Nagyon cool név, ha igen, ha nem, akkor is.
Biztos lehet korrelációt húzni a kettő között. Na várjatok, ha meghalok a számítógép előtt, az, és éppen a liftben utazom, az liftes halálnak számít-e? Mert ez akkor eltolhatja a statisztikákat. Legutóbbi, amit találtam, hogy a feje beszorult a liftbe. Na, ebben a liftben úgy például nem lehet meghalni. Elsősorban azért, mert nincs ajtó. Hogy ez a biztonsági kérdéseket merre viszi tovább, és a biztonsággal kapcsolatos beszélgetést merre viszi tovább. Szia, Kinga! Azt nem tudom. The most important lift statistic, almost 70% of the world elevator lifts are located in China. What? Azért vannak ilyen nagyon durva statisztikák egyébként. 900 ezer lift van az Amerikai Egyesült Államokban. És egy 18 milliárd dolláros piac az okos liftek. Ez mindenképpen okos liftnek számít. Csak mondom. Szia, Attila! Oké, szerintem we good. Milyen széles utat akarunk építeni? Nyilvánvalóan nem teszünk korlátot rá. Mitől okos azon túl, hogy tudja, hogy dobjon ki magából? Hát tudja, hogy melyik helyre kell menni, megnyomod a gombot, megy. Szia, Timi! Véget ért a nap mára, vagy még csak ebédszünet van? Olyan liftet építettem, Timi, hogy csak bizonyos esetekben halunk bele, ahogyha használjuk. És a chat, jelenleg arról győzködöm a chatet éppen, hogy ez nem baj. Feltétlenül véget. Véget ért a móka mára. Ó, egyébként sajnos a stream is véget ért. Véget ért a móka mára, bezárt Viktor mókatára. Ez nem tudom, ez a hangeffekt honnan jött, ez nem is illett ide igazából. Megépítjük szemre ezt a karikát? Hogy ne építenénk? Itt az easy karika. Karika. Tudom, ha jövök, te mész. Ez inkább az idővel kapcsolatos, Timi, mint sem azzal kapcsolatos, hogy mennyire kedvelnélek. Mert biztosíthatlak róla, hogy nagyon. Úgyhogy ezzel nem lehet így alapvetően probléma. Mondhatnánk azt is, hogy erre nem lehet panasz. Vagy hát lehet panasz, mindenre lehet panasz. Ilyenek ezek az emberek, panaszkodnak mindig. De azt abszolút vállalom, hogy abszolút csuta időpontban streamelek. Nem vagyok jelenleg elégedett egyébként a stream időpontjaimmal. Szerintem ez nem jó. Pretty sure, hogy ez nem jó. Ó, de jó. Úgy. De jó, ezt meg kitaláljuk, hogy ezzel vizuálisan mit kezdünk. Nekem is jobb lenne a 14 és 17 között körül streamelnél. Hát nekem nem, akkor nem tudok menni a gyerekére bölcsödébe. De egyébként szeretnék valamit csinálni. Stardew Valley stream egyedül lesz, vagy pajtásokkal? Pajtásokkal, Timi, és lehet nyerni egyébként Galaxy Buds Pro-t, azt hiszem. Úgyhogy érdemes lesz majd jelen lenni. Igen, de akkor tudnék rendesen dolgozni. God. Who cares? Az agyba dugós? Igen, az agyba dugós. Sok van még a bölcsis évekből hátra? Hát az van turul nemzet, hogy nincs, de hogy utána jön az ovi.
ami pont ugyanakkor történik. Szóval... Érted? Nem hiszem, hogy azzal sokat nyerünk. Vikivel meg Hunterrel, sztárgyúvelizzünk egyébként. Előzetes jelentkezés kell, vagy elég, ha ott jelen vagyok? Akkor az alatt a stream alatt kell majd jelentkezni. Összerakom addigra, és az alatt a stream alatt kell majd jelentkezni, és ott kell lenni a végén. De oda már elsétál egyedül is. Az Oviba? Egyébként van hozzánk elég közel, Ovi. Azon gondolkozom, hogy be akarjuk kötni ezt az emeletet? Én egy kicsit szeretném bekötni ezt az emeletet. Olyan jól ment az előző emeletnek a bekötése. És akkor az lenne az érzésünk, hogy valamit befejeztünk teljesen. Az én érzésem. Ti nektek soha nem lesz az az érzésetek, hogy valamit befejeztem teljesen. Nem teljesen alaptalanul. Not gonna lie. Jó, ez kettőből kétszer nem sikerült, ezt bármi a másik szögből is meg tudtam volna csinálni egyébként, hogy rosszul rakjam le az elemet, de nem baj. Oké, akkor ide, sötét szürke vizezett beton. Milyen legyen a... Timi, ha itt vagy még, milyen színű legyen ez az emelet? A rózsaszín, a sárga és a lila foglalt. És azok a színek játszanak, amiket látsz itt. Oké, piros. A piros nem jó. A piros és az világos zöld is foglalt ebben az esetben. De abszolút értem, hogy nem mondtam a pirosat, ez az én hibám volt, elnézést. A piros rendszer kezeli a lift leállítást. Úgyhogy nem rendezhetünk, nem rakhatok rá rendszert. Akkor mi választható? Választható a sötét zöld, sötét kék, a világos kék, a cián. Ezek. Ez mind választható. Jó lesz a sötét zöld. Nagyon jó választás! Minden limitáció nélkül mondom. Mi fáfalóan. Hol van a kopter? Sötét zöld, olyan gyerekfosás színű. Én nem tudom, te milyen gyerekekkel találkoztál, de én ilyennel még nem találkoztam, hogy ilyen jött volna ki a gyerekből. Én igen! Oké. Okay. Akkor lehet, hogy a mi gyerekünk volt pont. Szerencsés. Én nem akarok találkozni. Azt elhiszem, Connor. Azt elhiszem. Képzeljétek el, van egy új gondozó néni a bölcsiben, és olyan szuper kedves dolgokat mond, amiktől mindig ilyen nagyon jó szülőnek érzem magamat. Meg így magunkat asszonypajtással. Hogy milyen aranyos a gyerek, meg milyen jól nevelt a gyerek, meg... Szóval, hogy mindig nagyon kedveseket mond. És nekem az is oké, ha mindenkinek mindig ilyen kedveseket mond. Van tiramisús fagyim. Én is akarok tiramisús fagyit, de hogy közben mond nekünk is. Szóval, hogy így nagyon, nagyon jól, jó érzés. Oké, itt megvan minden, akkor most már csak be kell programozni lent. Meg aztán majd kellene gombok, amikkel tudjuk hívni a liftet, mert ugye most még nincsenek gombok, amikkel tudjuk hívni a liftet, de ez ugye nyilvánvalóan nem egy bonyolult dolog, tehát hogy az egy viszonylag egyszerű rendszer. Ide mehettünk volna lifttel. Ja nem, még nem, mert még nincsen bekötve az alagút. De ide majdnem mehettünk volna lifttel.
Szóval Kati kommentjét azt úgy kezdtem el olvasni, hogy így a gyerek kaki téma volt így a fejemben, és akkor amikor így elindult, próbáltátok már palacsintába tölteni a kérdést, és akkor itt így... Szóval, hogy ez így hirtelen nem esett annyira jól így az agyamnak, és aztán befejeztem a mondatot és a tiramisut. Tehát, hogy próbáltátok-e már palacsintába tölteni a tiramisut. Ami egy sokkal jobb kérdéskör. Tehát, hogy azt így beláthatjuk. Csak tudjátok, amikor így egy adott témakörben vártok egy adott mondatot befejeződni, és akkor így a mondat felénél így nem vagytok benne biztosak, hogy merre is tart ez az egész. Jó záró téma, hogy fagyi és a gyerek kaki együtt. Így van. És aztán most elmegyek giroszt venni. Igen, csináltam már tiramisus palacsintát. Én nem, de még így is megállapítom mindig, hogy Jézusom, mennyivel drágább palacsintákat csinálunk, mint gyerekkoromban, de erről már beszéltem is. Hát volt gyerekkoromban, mit tudom én, otthon egyfajta lekvár, tehát mit tudom én, mondjuk baraclekvár, különösebb napokon eper, vagy mit, valami ilyesmi, vagy ha csináltunk mi éppen valami speciális lekvárt, akkor az, meg kakaópor, azt így kalapkabát. És akkor mostanra így gyakorlatilag nem kezdek el palacsintát sütni, ha nincs itthon nutella és banán. Mert mi az Istennek akarnék palacsintát enni, ha nem nutellával és banánnal eszem. Ugyebár, ami ugye nyilván teljesen logikus, gondolom nektek is. Az abszolút a kedvencem egyébként palacsintában. Tehát az ilyen abszolút a kedvencem. És hogy itt igazából arról van szó, hogy így, értitek, így egyszerűen csak felugrott az ára a palacsintának. Kakaós tejfölös, holy shit! Mármint, hogy kinek a paplan. Kocs. Hála az égnek, ez nem teszi tönkre a szerkezetet. Palacsintát üresen eszem fekete kávéval. Mert mint itt ezt nem úgy kell elképzelni, hogy így beleszórod a fekete kávét, ugye? Hanem csak iszol fekete kávét, és eszel palacsintát. Ugyanúgy, mint a kakaót, képzeljétek el, úgy szarná a kávét rá. Jaj! Espresszós palacsinta! Mármint hát nyilván értitek, mindenki azt teszik, amit szeretne, kivétel a kakaós tejfölös, ez nagyon fura, de hogy igazából a kakaós tejfölös is csak egy palacsinta. Na, sötét zöld, de az ott úgy, ez itt így, ez itt így, az ott amúgy, úgy. És akkor most jön az pedig redstone. Így, az ott úgy, az meg ott úgy. Think hey, oh, not today, oh. Szerintem ez az emelet készen. Csak jussunk lejelve. Kakaós tejfölöst, azóta is tudom. Én a tésztába kevertem bele tej helyett a kávét. És jó lett? Gyerkőc, milyen palacsintát kap? Jelenleg a nutellás az abszolút favorit, de nutellásból nem ehet akármennyit. Nutellásból limitációk vannak, és amikor befejezni a nutellás adagját, akkor utána vagy kakaósat szokott általában, vagy szilva lekvárosat. Szilva lekváros az ilyen abszolút favorit. Az ilyen abszolút favorit. Vannak, képzeljétek el, van egy ismerősünk, akik esznek cukros, citromos, citromleves palacsintát. És az a helyzet egyébként tök finom. Én rakok cukrot a palacsinta tésztába egyébként. Én rakok.
hát megáll az ész, srácok. Tökéletesen működik a lift. Az áfonyalekvárosért én ölni tudnék. Mert mint azért, ha valaki így eszik, és az áfonya borzalmas, vagy... Felnőtt voltam, amikor megtanultam az óriás palacsintással egyetemben. És mikor öl meg a lift? Az a meglepi. A lift az akkor öl meg, ha úgy alakul. Szóval, hogy... Várjátok, 1, 2, 3, 4. Akkor öl meg a lift, hogyha lagol egyet a szerver, miközben utazol rajta, mert akkor kilagolsz és lezuhansz az aljára. Amire van már egy megoldási tervünk. Egy gettó megoldási tervünk, de a gettó megoldási tervek mindig a legjobban működők. Víz. Igen, Timi. Az a terv, hogy teszek a zakná aljára vizet, és az akna aljára tett víz, az abból vezet majd egy létra, amin fel lehet mászni az első szintre, ahol lehet hívni a liftet. És lehet vele menni felfele. De nézd milyen csodásan, és lehet ráadásul belőle kukucskálni kifele. Bizony. Itt lehet kukucskálni kifele. Kezd összeállni, srácok, itt a terv. Tehát, hogy az a helyzet, hogy kezd összeállni a terv. Ez egy okos lift. Érzi, hogyha félsz. És ha félsz, kidob az alján. Nem tudom, Timi, hogy ehhez is tudod-e a trükköket, de mint a vizet azt tudod, az itt is működik, de ez egy modpack, mint azt láthatod valóban, szóval, hogy... Beállítja az ember az emeletet, azt megy. És oda meg rakunk majd fel valami világítást, azt majd kitaláljuk. Kell valami világítást, nehogy értitek, valami, nem tudom, itt a lift privát. A lift magányában és sötétjében ránk ugorjon valami pedó, vagy ilyesmi. Minden egyes ilyen megrándulásnál, minden egyes alkalommal, amikor a lift megrándul, akkor a gyomrom is megrándul. Nagyon izgalmas vele utazni. De gyorsabbnak nem gyorsabb, én szerintem gyorsabb. Mindjárt lemérhetjük egyébként. Még egy kicsit élvezem a munkám gyümölcsét, és aztán tényleg megyek, mert enni is szeretnék, meg dolgoznom is kéne, meg érted? Olyan szokásos dolgok. Mi az a lyuk a lift közepén? Ez ott haláztam ki a quadcoptert egyszerűen. Azt nem tudom, hogy ezt az emeletet választottam-e. De srácok, hát tudunk most már lifttel közlekedni. Hát ez mennyire cool. A sebességétől egy kicsit félek, de egyébként szerintem jobb ez, mint a quadcopter. Quadcopterre mindenféle trükközéseket kell csinálnunk. Mindjárt kipróbáljuk. Hajrálag! Timi, igazán örülök, hogy nekem drukkolsz. Imádom. Én ezt a liftet bizony imádom, srácok. Múltkor tettem, hogy a különböző országok kajáját osztályozzák külföldiek. 45. legrosszabb magyar kaja listáján a külföldiek szerint. Nem, a 45 legrosszabb magyar kaja listáján a külföldiek szerint az első a rakott palacsinta volt. Az első gondolat az volt, hogy ez mi? A második, hogy a stekkelt palacsinta tényleg egy magyar találmány? Mi baj van a rakott palacsintával?
Ez kocra ugyanolyan gyors. Oké, van egy ötletem, hogyan lehet felgyorsítani. Semmi baj. A quadcopternek már elértük a sebességét, ez is tök jó. Azutta Viktor leginkább önmagának. Oké, azt lehet csinálni, hogy kettő érzékelőt teszünk arra az oldalra, ahol most egy érzékelő van. És akkor szerintem feltekerhetjük a sebességet. És szerintem ezt érdemes is megcsinálni. Talán. Mindjárt nézem, várjatok. Oké, lehet, hogy három érzékelőt rakunk le, és akkor valószínűleg középen fog megállni. Mert ugye, ha lefele van megy, meg ha felfele megy, az, hogyha creeperek vannak azon a folyosón, az nagyon sokat segít a boldogságomban. Come on! That's the spirit. Oké, akkor azt fogjuk csinálni. Most hirtelen teszt tekintetében a liftre várt. Hát én őt lelöktem. Oké, semmi baj. Úgy se akartam. Oké, ez beszavar bármiben. Tételezzük fel, hogy nem. Így. És aztán feltekerjük a sebességet. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy szignifikánsan. Mondta Viktor. Majd feltekert, mert egy kicsit félek attól, hogy esetleg növeli az esélyünket arra, hogy meghalljunk. Ugye? Nyilván ilyet nem csinálna, de hogy talán egy kicsit növelheti az esélyünket, hogy meghalljunk. Oké, ez most biztos, hogy gyorsabb. Olyan gyorsnak kéne lenni, hogy a plafonon álljunk. Ilyen, tudjátok, ilyen űrliftként. És jó helyen álltunk meg. Ami elég szomorú. Ez nem, ez nincs bekötve. Oké, nem ide jöttünk. Tény, nem ide jöttünk. És tökéletesen kicsit huppanunk itt a végén. Mit szóltok? Ha lúd legyen kövér. Tehát ugye alapvetően egy gyors liftre van szükségünk. Gondolom mindenki egyetért azzal, hogy gyors liftre van szükségünk. Turbo liftre. I am speed. I am speed. Akkor már most tegyél vizet az aljára. Biztos vagyok benne, hogy rontjuk a túlélési esélyénket egyébként a sebesség növelésével. Úgy eltűnt alólam a lift, hogy sebződtem a zuhanás miatt. Jézusom, imádom. Építhetnénk bele egy szerkezetet, ami azonnal dob rád egy hápolya potit is. Oké, ez a sebesség, ez már túl sok. ez még ennek a rendszernek is túl sok.
Ha hangot adsz, akkor gyorsabb. Ó, ebben biztos vagyok. Hát igazából csak egy sebességet nem ellenőriztünk. A 128-ról tudjuk, hogy működik. A 256-ról tudjuk, hogy nem működik. Egy kicsi sebződés itt is belefér, amikor így elindul. El kell mondjam, hogy a liftet biztonság technikai szempontból messze túlszárnyal a Star Wars összes liftjét. A liftek biztonságosak, a liftekhez vezető út nem biztonságos, és ez itt sem biztonságos. Oké, okay, megvagyunk. Negyedik emelet. Beszartok, hát ez jó. Ez rendeltetésszerű. Az a kis sebzés, az rendeltetésszerű. Oké, nem jó. Nem jó. Csak ott éppen szerencsénk volt valószínűleg. Nincs valami székbiztonsági övvel, de van. Egyébként, de van. Oké, szerintem egyezzünk ki a 128-ban. Szerintem a 128 az jó lesz. Az is értitek, iszonyatosan gyors a izéhez képest, a 80-hoz. Eddig eredetileg azt akartuk, hogy tűz esetén menjen a lift legalulra, mert az is elég lenne, ha menet közben nem öl meg, és a bokádat sem töri el. Ott a bokád a hibás, ez egy tökéletesen megdesignolt lift. Látjátok, itt még nem is sebződünk, amikor elindul. Még csak nem is sebződünk, amikor elindul. Lift az igazából. Elég gyorsan megy a lift, ha nem sebződünk, amikor elindul. Azért megálláskor még dob rajtad egyet, igen, megálláskor még huppanok egyet ott a végén. Hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy a negyedik fal, hogy ez a fal is, amin a gombok vannak jelenleg, az is üvegből lehessen? Perfect. Na, menjünk valami köztes emeletre is. Nem az a baj, az a baj, hogy szerintem a sima üvegre is, oké, lehet, hogy nem lehet rakni üzét, de hogyha rakunk is rá gombot, akkor is ugye a vezeték nélküli redstone azt is ledominálja. Egy kis bináris matekkal és három karral. Na, Jézus Isten, na az lenne aztán a valami. Na, srácok, én elképesztően elégedett vagyok a szerkezetünkkel, volt egy mélypont. Egy gomb és ez benyomod ötször, akkor az ötödik emeletre mész. Jaj. Szerintem ez vicces lenne. Nagyon vicces lenne, ha lenne már 15 emelet is állok, és így... Azére, tényleg lehet, hogy azére kéne rákötni, arra a karra, ami különböző redstone erősséget ad ki. Arra a karra kéne rákötnünk amúgy. És kivonásokkal megoldani azt, hogy az adott emelet reagáljon egyedül. És a következőn dolgozunk azon, hogy szép is legyen. Ezzel a gyönyörű gondolattal zárnám ezt a mai streamet, mert szerintem szép. Oké, okay, a széptől messze van, tehát azért azt így nem mondanám, de it's fine. És a Twitch-en nézőket tovább küldöm, Raiddel. A YouTube-on nézőkön meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hatalmas királyok vagytok.
Kati, szégyeld magad. Csak úgy, amihez tartás véget. Én? Miért? Akkor olvasd vissza az utolsó kommentedet. Ja, jó! Ma lesz D&D? Nem, nincs már D&D, véget ért a D&D. Akkor lesz D&D, ha összerakom külön a saját D&D-met. Akkor lesz D&D. Jelenleg már nincs D&D. Stop the Kati bully! Nem is csinált semmit! Kati, ne szégyeld magad! Kati, szégyelje magát! Forever vége? Hát annak a kampánynak forever vége, az a kampány véget ért, és akkor most az a terv, hogy átköltözik majd hozzám a D&D, és nálunk kezdünk egy másikat. De az még arrébb van. Na, YouTube-on, srácok! Ha YouTube-on néztétek a streamet, nyomjatok egy lájkot. Hozzá szoktam tenni, hogy csak akkor, ha tetszett, de szerintem annyira király a lift, hogy igazából nem érdekel, hogy tetszette a stream. Nyomd meg a lájkot, mert ez a lift megérdemli. Hiába akarja Kati bullyingolni az építőképességemet és a liftet egyszerre, ez a lift megérdemli. Csak nyomd meg a gombot, minden jobb legyen. Sőt, tudjátok, mindenki Twitch-en nézi, menjen át YouTube-ra és nyomja meg a gombot. A lájkot. Milyen kedvesek itt az emberek, kivéve Viktor. Na, az jó, mert én is pont ezt érzem, hogy milyen kedvesek itt az emberek. Kivéve Kati. Ne, egyébként Kati is kedves. Csak ma magam úgy jön. Nyomjad meg azt a lájkot, különben eltöröm a lábadat egy lifttel. Istenem, na mindegy, legyen mi... Ó, nem péntek van. Találkozunk este 6-kor, Stardew Valley és Samsung sorsolás. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nem sokára ismét találkozunk este 6-kor, mint pont az előbb mondtam. Szép volt, Viktor. Viszlát, megyek enni. Ez a kaját venni megyek, de utána enni.